Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm az EVTN televízió kedves nézőit. Itt az délelőtti élő adásban Mórosz Tamás plébános atyával találkozhatnak. Bodajkról érkeztem, a Bodajkik Egyhely plébánosaként vagyok itt, és örülök, hogy újra együtt lehetünk, és akár folytathatjuk az előzőekben már elindult gondolkodást, amikor az imádságról, az imádkozásról beszéltünk. De előtte még hagyd mondjam el, hogy március 1-je van, a meteorológiai tavasz első napja, Nagybőjt péntekje, illetve első péntek is. Talán ez is érdekes lehet, beszélgetés apropója lehet, a keresztúti áltatosság átimádkozása. Gondoltam is, hogy picit jó lenne beszélni a stációkról, hogy mennyire az életünkről szólnak Jézus szenvedései. Érdekes lehet az első péntekről való tanúságtétel is, hiszen nagyon szép régi egyházi hagyomány, amely újra sok közösségben, sok szívben él és tartjuk, illetve bármilyen olyan témában is szeretettel várom a hallgatók észrevételeit, kérdéseit, amikben beszélgethetünk, közösen gondolkodhatunk, és talán legfőképpen a Nagybőjthöz, a húsvétre való készülethez kapcsolódik. Szeretném elmondani az élőadás telefonszámát, ez a 061-808-95-55-ös telefonszám, amelyen becsatlakozhatnak a műsorba, elmondhatják kérdéseiket, és beszélgethetnek velem is akár, így az élőadásban. Szívesen meghallgatom önöket, és akár tanúságtételként sokak örömére szolgálhat, hogyha egy-egy szép élményt, emléket, az imádsághoz kötődő emlékeinket, élményeinket elmondjuk. Elmondom a közönség szolgálat elérhetőségét is, ez a 061-780-80-85-ös telefonszám, illetve ékezet nélkül közösségszolgálat@evtn.hu, ez az e-mail cím. Ezen az két elérhetőségen pedig a televízióval kapcsolatos észrevételeiket tehetik meg, műsorokkal, a televízió működésével kapcsolatban jelezhetnek, köszönjük ezt irányú jelzéseiket is. Engedjék meg, hogy egy szép imádsággal kezdjük ezt a ma délelőttöt, ami a mi reggeli imádságunk volt. Nagybőjtben a zsolozsma himnuszai az első 5 hétben ugyanazok, amikor nincs nagy ünnep, vagy nincs különleges nap. Nagyon szép himnuszt ad az egyház az ajkunkra, és engedjék meg, hogy ezt megosszam önökkel. Legyen ez egy kicsit ráhangolódás és egyfajta kezdő imádság a mai műsorban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Üdvösség napja Krisztusunk, hasíts szét vakságunk ködét, hogy felragyogjon az erény, midőn reánk nappalt hozol. Adtál üdvünkre szent időt, atyád bűnbánó szívet is, hogy jóságot térítse meg, kiket sokáig tűrt kegyed. Hadd vezekeljünk némiképp a bűnbocsánat díjaként, hisz bűneink bármi nagyok, csodás irgalmad még nagyobb. Jön már a nap fényes napod, és minden újra felvirít. Mi is vígadjunk boldogan, hogy szent kegyelmed ránk ragyog. A nagy mindenség téged áld, kegyes háromság és imád, bocsánatodban újulók, mi is mondjunk új éneket. Ámen. Nem először ülhetek már én is itt a televízió stúdiójában, és az előző 2 alkalommal, decemberben, illetve januárban az imádságról beszélgettünk, az imádság fontosságáról. Emlékszem, hogy decemberben pont szeplőtelen fogantatás ünnepe volt, és akkor is a szűzanyához kapcsolódó, közbenjáró szeretetünket, az Istenhez forduló szeretetünket próbáltuk átimádkozni a szűzanyán keresztül. Mint Bodajkik Egyhelyről érkezett plébános, az embernek talán egy különleges tapasztalata is van a Mária tiszteletben, abban az élő hagyományban, hogy mit jelent egy 1000 éves kegyhelyet fenntartani, és annak a lelkiségét ápolni, arra vigyázni, azt továbbadni. Ezt a lelkiséget mi is megkaptuk, és ha szabad így fogalmazni, ennek a lelkiségnek az őreiként kell nekünk a bodajki szűzanya szeretetét a közösségnek, a hívő közönségnek átadni, illetve hozzánk érkezőket ezzel a szeretettel fogadni. Januárban pedig a zsolozsmáról beszélgettünk,
talán érdekes volt az is, azt is hallani, ahogy sokan megjegyezték, hogy talán ez nehéz imádság, nem elérhető, nehéz hozzájutni, és valóban egy picit elgondolkodtató az is, hogy a papság imádságát mennyire tudjuk a hívek közé kivinni. Talán jó példa erre, hogy amikor együtt tudunk imádkozni a szentmiségben, a szentmiség után, vagy a szentmiség végén, mi Bodajkon is ezt tesszük. Egyrészt délben a munkatársainkkal együtt elmondjuk a déli imaórát. Nagyon örülök, hogy délben egy picit meg tudunk állni, 3-12-kor, ha olyan nap van, hogy együtt vagyunk, együtt tudunk dolgozni, akkor otthon vagyunk, akkor egy csengő imádságra hívja a kollégákat, akik nyilván tudják is, hogy ma lesz imádság, hiszen itthon vagyunk és együtt tudunk lenni. És ilyenkor elimádkozzuk a napközi imaórát, amely egy rövidebb imaórája a napnak, de nagyon szép megszentelése a hétköznapok azon sokaságának, ahol az ember dolgozik, és egy picit megáll, megpihen, és a munkának a terhét, vagy a munkavégzésnek fakadó örömöket is odaad Jézusnak. Jó ez a kicsi megpihenés, és örülök, hogy a kollégák, akik egyébként nem mindenki ismerte a zsolozsmát, vagy éppen használja, imádkozza, bocsánat, magukénak tudják ezt a szép imaformát, együtt imádkozunk, zsoltározunk. Volt olyan is, hogy egy pár gondolatot szóltam már a zsoltárokról, mert esetleg van egy-két nehezebb gondolat bennük, hogy azokat hogyan kell érteni, és örülök, hogy ez az imádság a közösség imádságává vált, a szűk munkatársi közösség imája. Jó látni, hogy amikor Bodajkra érkeznek vendégek, és pont délben ott vannak, akkor meghívjuk őket is erre az imára, maradjanak ott velünk a templomban, akár üljenek oda közénk, adunk nekik imalapot, vagy éppen könyvet, és jó együtt imádkozni, jó azt kicsit megállni a nap terhét hordozva. Egy másik szép zsolozsmázó lehetőségünk Bodajkon, amit bevezettünk, az az esti szentmise utáni kompletórium. Az a fajta imádság, amelyet a lefekvés előtt imádkozunk el, de ezt mi egy kicsit előrébb hozzuk, és úgy köszönünk el a templomi közösségben egymástól, hogy tulajdonképpen ezzel a késő esti imával, mint egy a Jóisten kezébe ajánljuk napunkat, éjszakánkat, az életünket. Nagyon szép ebben a zsolozsmában megfogalmazott válaszos ének, amikor kimondjuk, Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. És jó, hogy ezt a közösség is tudja imádkozni, ki tudjuk vetíteni képernyőre, pontosabban egy ilyen kivetítőre a templomban is, és olyan szépen megtanulták a hívek. Talán a kompletóriumban vannak azok a zsoltárok, amik a legszebben vagy legérthetőbben megfogalmazzák az Istennek való odaadottságot, az Istennek való felajánlását az ember életében, hiszen ezek a lefekvés előtti, mint egy a halált megélő ember utolsó imádságaként fogalmazódnak meg, hiszen azért a keresztény ember az éjszakában, az elalvásban egy picit a halálát is megéli. Természetesen nem azért fekszünk le, és nem úgy alszunk el, hogy meghalljunk, de hogy minden lefekvésben ott van az a bűnbánat, ott van az a lelkiismeret vizsgálat, hogy mi van, ha reggel nem ébredek fel? Mi van, ha ez volt az utolsó napom? És a reggel ébredésnek pedig a lelkülete, az pedig a tedeum, az pedig a hálaadás, az pedig a köszönet, hogy Uram, új napot adtál, hogy újra szerethesselek téged, szerethessem az embereket is, és tevékenyen megélhessem mindennapjaimat a te szeretetedben. Örülök, hogy az esti imádság is részévé vált a hétköznapi szentmiséknek, és a hívek örömmel megvárják, 8-10 perccel több így a szentmise, de jó együtt imádkozni, és kicsit megtapasztalhatják a hívek is, hogy mi atyák az egyház imádságát, közös imádságát, a zsolozsmát hogyan is végezzük, abban mit mondunk, és azáltal is lesz egy szép közösségi élmény. Szeretnék a mai műsorban továbbra beszélni az imádságról. Nagyon fontos maga az ima életünk, és köszönöm, hogyha megosztjuk egymással is a telefonálás által, tanúságot tudunk arról tenni, hogy milyen fontos az imádság. Egyáltalán, hogy miért is imádkozunk, mi az a lelkület, ami bennünket az imádságra vezet. Sokszor, amikor kívülről látnak bennünket, keresztényeket, katolikusokat, akkor megfogalmazódik az a fajta ítélet, vagy értékelés rólunk, hogy hát igen, sokat imádkoznak, hogy jobb legyen az életük. És mintha a vallásosságunk csak abból állna, hogy állandóan Istenhez kell könyörögnünk azért, hogy jobb legyen. És amikor valaki találkozik a hittel,
akkor sokszor azt látom, hogy ez az első lépcső, amely igazából még majdnem azt mondom, hogy egy helytelen irány is. Vagy egy olyan lépcső, amiről muszáj tovább lépni, mert végeredményben, és ezt bátran kimondhatjuk, az imádság az nem valamiért van. Pontosabban nem arról szól, hogy az ember minél hangosabban szól, minél többet szól Istenhez, akkor biztos, hogy meghallgatásra lel. Maga Jézus is tanúságot tesz erről, hogy azt gondoljátok, hogy sokat kell beszélni, közben pedig mennyi atyátok tudja, mire van szükségetek. Ti pedig így imádkozzatok, és megtanít bennünket arra az imádságra, mi atyánkra, amelyben vannak kérések, de ezek a kérések legfőképpen az Isten és az ember kapcsolatára vonatkoznak. És arra a bizalomra épülnek, hogy tulajdonképpen Isten, mint egy atya, tudja, mire van szükségünk. Szép Batyár és Stratman Lászlónak egy elmélkedése, amit az ő emléknapján imádkozunk a Zsolozsmában, és ebben az elmélkedésben is ugyanezt a témát boncolgatja, hogy tulajdonképpen Isten tudja, mire van szükségünk. Nekünk kell azáltal, hogy kérünk Istentől, kifejeznünk azt, hogy mi gyermekek vagyunk, hogy mi fiak vagyunk, akik igenis oda kell, hogy álljanak édesatyjuk elé, és el kell, hogy mondani, hogy atyám, most ezt szeretném kérni, most erre van szükségem, hogy kifejeződjön az a fajta viszony, ami egy atya-gyermek kapcsolatában van. Látom, van is egy telefonáló, szeretettel hallgatom az éli adásban. Dicsértessége Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Így hallgatva az atyát, nekem eszembe jutott néhány esti ima élményem. Említette, hogy Bodajkon mise után mindig délben is, illetve este is elimádkozzák a Zsolozsmát, és nekem is például volt olyan, hogy Budapesten a Szikla templomban voltam este misén, és ott is elimádkoztuk mise után a Zsolozsmát, de másik templomokban is tapasztaltam ezt, és olyan jó volt így közösen imádkozni mise után, még a Zsolozsmát is, és például jó volt azt is látni, hogy voltak velem egykorú fiatalok, és például elővettek a telefonunkat, és akkor a telefonon lévő Zsolozsmó applikációból imádkoztunk, és még egy gyerekkori emléket is hadosszak meg, a nagyszüleimmel mindig éjszaka, vagy elalvás előtt is imádkoztunk, és szerintem sok néző is, vagy fiatal, és akár idős fiatal mindig tapasztalhatja, hogy este nem muszáj a Zsolozsmát, hanem úgymond bármilyen imádságot, hogyha imádkozunk elalvás előtt, az is felemelő, meg akár reggel felkelés után. Nagyon köszönöm, hogy megosztotta ezeket az élményeket. Azt látom, és ezt köszönöm, hogy elmondta ön is, hogy jó úgy zsolozsmázni, hogy van egy vezetés, van egy közösség, és abba becsatlakozok, és azt meg külön köszönöm, hogy elmondta, ez talán a fiataloknak külön egy érdekes dolog lehet, amiről nem tudom, hogy tudnak-e, hogy a telefonok applikációiban már a Zsolozsma alkalmazás fent van, bent van. És ez azért nagyon nagy segítség, mert bárhol vagyok, általában a telefon ott van velünk, szinte nélkülözhetetlen eszközé vált az életünkben, és sokszor mi is, atyák, elővesszük a telefont, és arról imádkozunk, vagy azáltal végezzük a Zsolozsmát. Azt gondolom, ez most már egy természetessé váló folyamat. Én megmondom őszintén, nagyon szeretem a könyvet is, el is hoztam a Zsolozsmás könyvet, illetve ez egy olyan Zsolozsmás könyv, ami már elég gyűrött szakadt, és pont ezért szeretem, mert én is egy atyától kaptam, ez még a régi kiadás, de ugye most a szövegben csak a bővítés történt, és nem történt lényegi változtatás. És hogy azt akartam ezzel az applikációval is elmondani, hogy bizony milyen jó elő lehet venni egy pillanat alatt, akár egy buszon, villamoson, egy fiatalnak. És azért nagyon szép imádság, mert nagyon letisztult, nagyon mély és nagyon egyetemes az egész egyház imádsága. Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy például egy esti csendben, a lefekvés pillanataiban lehet, hogy egy pár szó, amit én ott elmondok a sötétben Istennek, vagy elmondom a napomat, vagy megköszönöm az életemet, a családomat, az eseményeket, az egy nagyon őszinte és tiszta lefekvés előtti imádság lehet. Örülök, hogy van ilyen élménye is, hogy ezt megosztja, mert biztos, hogy sokakban ilyenkor megszól egy picit ugye a lelkiismeret, hogy imádkozunk-e eleget, pontosabban van-e aktív ima életünk. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondta, és kívánok sok ilyen pillanatot az életben. Köszönöm. További szép napot kívánok. Köszönöm szépen.
folytatva egy picit az imádságnak a lényegéről, hogy tulajdonképpen nekünk van szükségünk az imára, és nem az Istennek van szüksége arra, hogy állandóan kérjük őt, vagy éppen köszönjünk neki, megköszönjük dolgokat. Ha jobban belegondolunk Istennek, igazából nincs erre szüksége. De Isten örül ennek, viszont nekünk meg nagy szükségünk van rá. Az biztos, hogy fontos, hogy az ember kimozduljon abból a helytelen Isten képből, vagy Isten kapcsolatból, hogy Isten csak akkor szeret, hogyha én is jó vagyok hozzá. Mert ez a bűnös embernek a megromlott gondolkodása az emberi személyek kapcsolatairól. Folytatjuk, de van egy kedves telefonáló, szeretettel hallgatom az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Erzsike vagyok. Köszöntöm szeretettel. Igen, megyünk húsvétkor, megyünk a tornacsapattal, gerinc tornacsapattal, és örömmel vettem, valamiért itthon kellett maradni, hogy csináljam a dolgomat, és hozzá tudjak szólni, hogy valóban a kegyhelynek a lelki kiáradása, ugye fontos, hogy ugye ott volt Szent István családja, és ez a lelkiség élő személynek a lelkisége kiárad, és csodálatos imádkozni ott, úgyhogy várjuk, hogy húsvétkor újból mehessünk, és nagyon boldogság, hogy a csoport, aki már ugye 20-25 éve együtt vagyunk, és szeretettel, odaadással, és mély áhítattal vannak, hogy ott lehetnek a kegyhelyen, és akkor azt gondolom, hogy az ima úgy a családunkért megfogan, amikor nem is várjuk, hogy imádkozunk gyerekeinkért, egészségért, lelkiségért, és folyton folyvást, és majd eljön a pillanat, amikor valóban megfogan bennük is mélyebben, úgyhogy nagyon boldogság, hogy mehetünk a kegyhelyre, és nagyon fontos, hogy ilyen élő, szent helyen legyünk, ahol tanúságot tehetünk, és tanúságtétel is van. Nagyon köszönöm, hogy betelefonált, többször találkoztunk már is, és az első pillanattól kezdve volt egy személyes öröm szívünkben, hogy találkoztunk önökkel, és várjuk önöket. Azt külön köszönöm, hogy elmondta, hogy azt tapasztalta, hogy a Bodajki kegyhely egy átimádkozott hely, amit nyilván mi is nagy felelősséggel kell, hogy bemutassunk, megmutassunk, és hogy megéljünk mi is a mi ima közösségünkkel. Úgyhogy ez egy nagyon szép dolog, mert örülök, hogy nem azt mondta elsőre, hogy jaj, de szép, meg mennyire tudom, hogy szépen felújított. Nem, az is bocsánat, atya, de olyan kedves lelki csoport van, hogy tavaly is húsvétkor a reggeli bekapcsolottunk, és férjemet kérték, hogy akkor mondja a reggeli imát a rózsafűzérbe, és tényleg annyira kedves, hogy mondjam, szolgálatkész, odaadó, hogy mondjam, társak vagy lelkitársak vannak, keresztények, hogy megható a szolgálatukkal, a kegyhelynek a rendben tartása, tehát egy szolgálatos olyan, amiért az úgy működik, hogy rend van, tisztaság van, virág van, ez a szolgálatos, mindenki hozzáadja a saját magáét, így van. Nagyon köszönjük, szeretettel várjuk önöket, találkozzunk személyesen, és örülök, hogy másokat is ezáltal hív, hogy tekintsék meg ezt a csodát, vagy jöjjenek el hozzánk, mert biztos, hogy jó együtt tölteni időt, és jó ebben a... Ez igen, és mindenkinek, így van, a társaknak is a lelkére, úgyhogy köszönöm szépen én is, úgyhogy Isten áldását, és dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki amen, köszöntöm, és várjuk szeretettel önöket. Többször találkoztunk Erzsikékkel, és jó volt, hogy most is kaptunk egy visszajelzést, hogy jönnek, és várjuk őket. Érdekes egyébként egy kegyhelyen megélni azt, hogy és talán erről is jó tanúságot tenni, hogy mi pont egy olyan kegyhely vagyunk, a Segítő Szűz Mária tiszteletére szentelt kegyhely, ahol pont az van, azt hirdetjük meg, és annak a múltját látjuk, hogy a szűzanya segít a nagy bajokban.
Ugyanakkor mindig megkérdezik, hogy atya, milyen csodák történtek mostanában, gyógyulások, és egy picit azt érzem, hogy megint egy olyan korszakot élünk, ahol egy ilyen, ahogy a Szentírással éljek, az evangéliumokkal éljek, egy csodaváró tömegként keressük azokat a helyeket, amire már Jézus is megmondta, hogy nem kap más csodát, csak mint Jónás jelét. És hogy az igazi csoda az soha nem olyan látványos, vagy olyan magamutogató, mint hogy az ember azt várná. Képzeljünk el, hogyha Isten ilyen nagyon látványos csodákat küldene, és az emberekben kialakulna egy kép, hogy na vajon ez most miért történt? Ők sokat imádkoztak, ők jobbak voltak. Maga az evangélium is megfogalmazza egyébként ezt a misztériumot, hogy megkérdezik Jézustól, hogy miért dőlt rá a Silóéban a torony, miért történtek ezek a tragédiák, rosszabbak voltak, mint a többiek. És akkor Jézus mondja, hogy nem, Isten csodája kell, hogy megnyilatkozzék ott is és máshol is. És ez a csoda igazából az ember szívében kezdődik el. Megfogalmazhatok talán ilyen apró gondolatokat, de ezt nagyon óvatosan teszem is. És talán abszolút a saját belső lelkiségemet, lelki világomat mondom ki, amikor azt mondom, hogy a csodával kapcsolatban a csoda az mindig utólag érthető meg. Az mindig megszületik, és az ember utólag döbben rá, hogy részese volt, hogy benne volt egy csodában. Ha Bodajk esetében ezt a csodát meg kell fogalmaznunk, akkor mi is sokszor utólag éljük meg, vagy önmagában talán kívülről néha észre sem vesszük, hogy milyen szép, vagy milyen csodálatos az élet, amit ott élhetünk. Atyák együtt élünk egy atyai közösségben. Egy nagyon kiváló munkatársi közösség van, és nagyon köszönöm Erzsikének, hogy köszöntötte őket, akik egyébként most is dolgoznak, és éppen a héten volt egy templomtakarítás. Folytatom majd innen, de van egy telefonáló, akit szeretettel köszöntök, és hallgattunk az élőadásban. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből vagyok, egy néző, Erős Gábor. A Zsolozmával kapcsolatban lenne egy tiszteletteljes kérdésem, illetve észrevételem. A korábban, hát egy fél évet töltöttem a Szegedi Szemináriumban, 85-86-os zenében, pap szerettem volna lenni, már mondjuk ezt csak zárójelben jegyzem meg, sajnos egészségi állapotom miatt nem maradhatom ott, de azóta is végzem a Zsolozmát, főleg a reggeli dicséretet, meg az esti dicséretet. Az lenne a tisztelet teljes kérdésem atyától. Általában szoktam hallgatni a Mária Rádióval együtt, imádkozom az esti dicséretet, meg a reggelit, de észrevételem van, hogy ezzel kapcsolatban tud-e felvilágosítást adni, hogyha a szerzetesek valahogy máshogy imádkozzák, mint ahogy a Zsolozmás könyvben benne van. Hogy ezzel tud-e valamit ezzel kapcsolatban mondani, atya? A kismarosi tiszteleti nővérek, illetve a maros-szentgyörgyi kármelita nővérek szoktak a Mária Rádióba imádkozni. És valahogy nem úgy imádkozzák, ahogy a Zsolozmás könyvben benne van. Hogy ezzel tud-e valamit ezzel kapcsolatban felvilágosítást adni, atya? Természetesen, és köszönöm, hogy észrevette ezt a fajta különbözőséget, amely igazából a mélyben nem különbözik, hiszen maga az a zsoltárokat imádkozunk himnuszokkal, ez az egyház ősi hagyománya, sőt szerzetesi hagyománya. A zsoltárokat mondják, csak a bevezető antifónákat. Hagyj válaszoljak, mert közben van egy újabb telefonáló, hogy ne húzzuk el ezzel az időt abból a szempontból, hogy egy fontos kérdés, de talán az a válaszom és az a helyes válasz erre, hogy a bizonyos szerzetes közösségeknek megvan a sajátossága a zsolozsma imádkozásában. Igen, igen. Ebben emögött van egyfajta hagyomány is. Itt például a bencés zsolozsma egészen más, mint az a fajta liturgia honárum, amit mi imádkozunk. A római egyház zsolozsmás imádkozását liturgia horárumnak, az imaórák rendjének nevezzük. Ad nekem meg a minden és, négy kötetet. Meg és nem. Ez az általános zsolozsma, amire mi papság kötelezettséget vállaltunk, és az egyház mint egyetemes imádságot kiad.
de egyes szerzetes közösségek megtarthatták a sajátos zsolozsma rendjüket, olvasmányos rendjüket, ima rendjüket, akár még azt is, hogy a zsoltár renden belül maga a zsolozsma imádság gerincében mondjuk a régi latin zsolozsmának a stílusát hozzák bizonyos helyzetekben. Ezt az egyes rendek erre engedélyt kaptak. Nem kell ettől megijedni, ez talán abból a szempontból színesíti ezt az imádságot, hogy megmaradt az ősisége, és talán még jobban erősíti azt, hogy ez nem egy újkorban kitalált ima, hanem egy hagyományokra épülő ima, amelyben szép látni ezeket a hagyományokat. Úgyhogy én egyébként örömmel hallgatom, amikor akár a bencés közösség, vagy más közösségek ezt a sajátos rendjüket használják is, és ezáltal egy hagyományt őriznek meg, vagy hagyományt hoznak át ebben a modern korban. Úgyhogy szép imádkozást kívánok. Egy biztos, hogy jó, hogy a 150 zsoltár az ugyanaz, még ha a fordítást máshogy is használják, de jó ezt látni, hogy igazából a zsolozsma imádság gerincét a zsoltárok adják. Van egy újabb telefonáló, akkor hallgatom a műsorban. Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntjük a... Mindörökké, amen. Zászló Sándorné vagyok, Tataványáról, Tamás atya. Szeretettel, én vagyok az a hölgy, aki tavaly október 8-án szintén egyik kézimunkatársnőmmel voltunk Bodajkon, és vittem oda önöknek egy Bibliát. Igen, igen, igen. Egy több mint 100 éves Bibliát, igen. És atya, azt szeretném kérdezni, hogy én úgy szeretnék ott egy-két napot eltölteni, és hallottam, hogy van ott ilyen lakó terület, ahol lehet egy-két napot ott pihenni, és úgy szeretnék én oda elmenni, olyan honvágyam van, hogy milyen lehetőség lenne erre, atya. Örülök, hogy felhozta ezt a kérdést, mert esetleg sokakban kérdés lehet, hogy tudnak időt tölteni nálunk. Hála Istennek a 2020-21-re elkészülő felújítás része lett, hogy egy nagyon szép, a kegyhelyhez pár méterre lévő területen egy nagy zarándokházat tudtunk építeni, pontosabban átépíteni egy katolikus iskolából, egy volt egykori katolikus iskolából. Ezt a zarándokházat tudom önnek ajánlani, jó szívvel, van ott külön apartman rész is, ahol el tud csöndesedni, illetve vannak olyan közösségi terek, amelyek alkalmasak, hogy egy nagyobb csoport egy lelki gyakorlatot töltsön el. Most elég sokan vannak, szinte minden hétvégén lelki gyakorlatozók, fiatalok érkeznek a házba. Jó, talán azt tanácsolnám, ha úgy könnyebb, hogy kolléganőmet fel tudja hívni a plébánia hivatal, telefonszámát szívesen megadom, ha diktálhatom, ez a 22-es körzet, 410, igen. 039-es telefonszám. Igen, igen. Tudom, Bodajki plébánia a telefonszáma, és ő tud segíteni, hogy hogyan tud szállást foglalni. Akik esetleg az interneten járat ismertebbek, vagy ismerik az internet lehetőségét, őnek pedig jó szívvel ajánlom a www.bodajkizarandoklat.hu oldalt. Ott egyrészt be lehet jelentkezni a szállásra is, akár csoportoknak is, vagy egyénileg, ki lehet választani, mit szeretne az illető, illetve a közösségi programjainkra, a templom látogatásra, a kegyhely látogatásra is lehet jelentkezni, és van egy olyan naptár, amiben látja az ember rögtön, hogy éppen foglalt-e, vagy szabad az időpont, mind a szállás, mind a kegyhely tekintetében. Nagyon szépen, igen. Szeretettel várjuk. Köszönöm, és a Tamás atya még annyit engedjen meg, hogy az Attila atyát is üdvözöljem, mert itt volt ő valamikor Alsógallán káplán, és nagyon-nagyon szerettük őt is, ugyanúgy, mint önt, mert ön meg az iskolába volt, a kiskápolnába. Igen. Köszönjük szépen a visszajelzést, és Attila atyának is át fogom adni az üdvözletet. Nagyon szép szépen, napot kívánva önnek, és dicsértessék a Jézus Krisztus, mindenki, és minden szépet is jót kívánok. És van egy újabb telefonáló, hallgatom szeretettel az élőadásban. Terész vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Tamás atya. Tamás, az Úr legyen önnel. Én szeretnék elmondani egy meglett esetet. Én el is mentem, amikor én ebben történt, elmentem plébános úrnak, elmondtam. Nagyon beteg voltam, fájt nagyon a lábam, de nagyon. Nem tudtam leszállni az ágyról,
és van nekem egy szűzvária szobrom, amivel én minden este imádkozom. És ahogy masszíroltam a lábamat, egyik lábam a földön volt, a másik fönt volt az ágyon, és ahogyan a lábam fejéből értem, ott nekem, és én olyan hülye voltam, ha eszköm, hogy megihettem, megjelent nekem a Szűz Mária. Olyan gyönyörű fehérbe, meg kék ruha volt rajta, de olyan napsütés fogta körbe, hogy márig keresem azokat a fényeket, de nem találom. Olyan volt. És akkor a rájad nem sokára, és a lábam meggyógyult, kép legyen, nem fáj a lábam. Abban a pillanatban én leszálltam az ágyról, és semmi bajom azóta se a lábammal. Rájad talán egy hónapra, ugyan álom, az álmomban volt, de ez megtörtént, amit most elmondtam. Álmomban meg megláttam, a szűzanya ült, összetett lábbal a földön, fekete ruhában volt, és a Jézus bennfeküdt az ölébe. És én beszéltem hozzá, hogy drága szűzanyám, ugye nagyon fáj a szíved a fiadért. És erre fölébredtem. És nem merem senkinek hámra beszélni, hogy hülye vagyok. Elmerek menni hazugság vizsgálatra, hogy én ezzel megtörtént. Egyedül vagyok, nem kabra, nem stimulálok. Ez megtörtént eset. És én, ha megijedtem, ilyen hülye voltam, amikor megláttam azt a gyönyörűséget, képzelje. És azóta is, akkor elmentünk a hugommal Devecserbe. És leszállt a hugom előttem a földről, vagy a buszról, megvált, mondta, menj odébb, azt mondja, nem tudok. Én is leszálltam, és mintha lebegtünk volna a levegőbe. Bementünk a templomba, ott, ahol nevelkedtük, ha bántottak bennünket, mindig a szűzanyja, ahol mentünk panaszkodni. Ott panaszkodtunk gyerekkorunkba. De én úgy érzem, hogy szűzanyja velünk van. Én érzem minden nap, én nyakamba lohol, én nem tudok elválni tőle. Most tessék elmondani, én hülye vagyok, kaprázatokat látok, vagy valóban. Hát nem használnék azért ilyen erős szavakat, hogy valaki hülye vagy nem hülye, már elnézést, hogy így idézem, mert én nagyon köszönöm, hogy elmondta az őszintességét, meg külön köszönöm. Erre szeretnék egy érdekes dologgal válaszolni, és ez talán megvilágítja ezt a helyzetet. Ami az embernek fontos az életében, amivel találkozik, az biztos, hogy valamilyen módon az álmomban visszajön. Nekem pont ma volt egy érdekes esetem, és ezt elmerem önnek mondani, ahogy ön is olyan szépen elmondta, és még egyszer köszönöm, hogy elmondta ezeket. Tegnap együtt voltunk itt Budapesten, megnéztük a Magyar Zeneházát, hadd csináljak egy kis reklámot, és ajánljam mindenkinek, mert nagyon szép kiállítás, múzeum, fiataloknak, időseknek, rendkívül jó. És együtt voltunk atyák egy kedves barátunkkal, és hazafele beszélgettünk, és szóba került a volt plébánosom is. És pont azt mondtam a kollégáimnak, hogy mondom, mennyire hiányoznak emberek az életemből. Nem sok az, akikre olyan szívbe markolóan hiányzik, de köztük van az a plébánosom, akinél én kezdtem, és pont Tatabányán, ahogy az előző telefonáló mondta, ott voltam, 5 évet éltünk együtt egy akkor már idős atyával, aki egyébként egy olyan szigorú, tekintélyes, tartásos ember volt, és sokan ezért esetleg nehezteltek is rá bizonyos dolgok miatt, akár az elődeim, a káplán elődeim, hogy nem annyira érezték jól magukat. Én pedig nagyon megszerettem Laci bácsit, és nagyon boldog voltam, amikor eljött velem Bodajkra, amikor kineveztek, és megkaptuk a telefont, először hívtak engem, utána őt is, bementem hozzá a szobájába, illetve hát ott voltunk majdnem együtt, hogy átmentem hozzá, és láttam, hogy könyvbe ládott a szeme, és azt mondta, hogy fiú, elhelyeztek, holnap beülünk a kocsiba, és elmegyünk Bodajkra. És az annyira meghatott, hogy ő, neki ez fontos volt, hogy mi lesz velem, hova kerülök, és ott elkezdett mesélni, hogy ő mit csinálna. Nagyon nehéz állapotok fogadtak Bodajkon. Sok dologban elindult egyfajta gondolkodás, de
de alapvetően az infrastruktúrális lehetőségek azok nagyon-nagyon rosszak voltak. És olyan furcsa megélni azt, hogy nem beszélhetjük most meg, hogy sikerült a felújítás, hogy ő ezt hogy csinálta volna, mert nagyon jó ötletei voltak, nagyon jó lelki pásztori meglátásai voltak Laci bácsinak. Nagy László atyáról beszélek egyébként Tatabányán, biztos sokan emlékeznek, a mai napig rá pedig már jó pár éve nincs köztünk, nem lehet köztünk, és mondtam az atyáknak, hogy mondom, nagyon hiányzik Laci bácsi. Sokszor megkérdezném, hogy mit tett volna, vagy megmutatnám, hogy sikerült, vagy kártyáznánk egyet, hiszen az is volt a Taványán. És a lényeg, azt kicsit hosszabban beszéltem most, hogy róla álmodtam, vele álmodtam az éjszaka. Azt álmodtam, hogy megmutathatom neki, hogy hol tartunk, hogy mi történt, és hogy látom az örömet rajta, hogy sikerült felújítani egy kegyhelyet, hogy egy beruházást végigvinni, hogy katolikus óvodánk lett, és azt álmodtam, hogy boldog és örül, hogy idős, hogy ott van mellettem, de látom az arcán a mosolyt. És azért mondom ezt önnek, a telefonálónak visszaszólva ezt a gondolatot, hogy lehet úgy a szűzanyáról álmodni, hogy igazából az az én imádságom egyfajta kivetülése, vagy a pszichémnek a megjelenése azokban az órákban, amikor az emberre úgy rakódik, úgy tisztul, úgy ürül, úgy változnak a képek, úgy, és biztos, hogy az álomnak is van ilyen szempontból egyfajta értelme. Én nem fordítanék erre több erőt vagy energiát, mint sem azt mondanám, hogy igen, az ember általában arról álmodik, ami megmarad, ami történt vele, ami esemény megérintette a lelkét. Az, hogy az ember életében egyéb esetekben a szűzanya megjelenik-e vagy nem, vagy hogyan mutatja ki önmagát, az egy nehéz dolog, mert azért azt látnunk kell, hogy ezek a fajta jelenések, ezek a fajta különleges természet fölötti események mindig egy kérdést tesznek föl bennünk, hogy ezek miért történnek, hogy ennek mi az értelme, miért kaptam én ezt, és miért kapom én ezt. És pontosan oda kerülünk vissza, amit a csodáról beszélek, hogy az igaz isteni csoda az nem olyan, és nem az történik, mint amit sokszor látnánk, hogy lebeg az ember, vagy tudom én, olyan dolog történik, ami igazából még azt is mondhatjuk, hogy miért. Miért fontos ez, hogy mondjuk valami természet fölötti dologban legyek a részese. Az igazi csoda az embert átformálja belülről, és általában utólag derül ki, hogy megtörtént. Az ember szívében ott van, és sokszor mások jelzik, vagy mások veszik észre, hogy meg is kérdezik, mi történt veled. És Bodajk esetében is úgy dolgozunk, tesszük a dolgunkat, tényleg becsületesen azt érzem, és nagyon köszönöm a munkatársaimat, nagyon köszönöm, hogy ezt valaki ki is mondta. Köszönöm a papi munkatársakat, az atyákat, József atyát, Attila atyát, Gábor atyát, Szendrei Mihály diákonus urat. És köszönöm a világi munkatársakat, akikkel együtt dolgozunk, és hogy nem szoktuk így megkérdezni, hogy na, most szép minden, vagy jó lett, vagy persze egymásnak a munkáját megdicsérjük, de úgy utólag döbbenünk rá, hogy milyen jó, hogy sikerült felújítani egy helyet, megújítani. Milyen jó, hogy mintha Isten egy ilyen rejtett csodát adna, hogy sokszor magunk észre se vesszük, hogy hol éljük az életünket, hol imádkozunk. Bejön valaki a templomba, és azt mondja, hogy érzem ennek a helynek az átimádkozott voltát. Eltölt egy napot velünk, és azt mondja, hogy de jó volt itt lenni veletek. És igazából mi meg is kérdezzük magunkat, hogy igazából semmit nem csináltunk, éltük az életünket, délben imádkoztunk, ebédeltünk egyet, beszélgettünk esetleg alatta, tudom, megittünk egy kávét, tettük a dolgunkat, jöttek hozzánk, felvettük a telefonokat, terveztük az éppen előttünk álló feladatokat, de mégis azt mondja, hogy nagyon jó volt itt lenni. És hogy ezek azok a csodák, amik sokkal izgalmasabbak, mint az, hogy mondjuk, tudom én, megmozdul valami, vagy még akár elkezd könnyezni egy szobor, mert egy kicsit meg is ijednék ettől, hogy ez mit üzen nekünk ebben a modern korban. Biztos, hogy vannak ilyen csodák, és lesznek még, hiszen azért ott van Lourdes Fatima, a nagy kegyhelyek csodái. De bennem mindig ott van a kérdés, hogy az engem hogy tesz jobbá, engem hogy változtat meg, bennem mi indul el emiatt. És ha csak egy csodaváró, odafutó ember leszek, aki csak úgy bámészkodni szeretne, akkor igazából ez a csoda nagyon öncélú, és nem nagyon lehet érteni és értelmezni, hogy miért történik.
Most nagyon szép volt Barsi Balázs atyának az elmélkedése, talán az előző nagyböjti vasárnap is, hogy végeredményben az ember miért imádkozzon. Hogy mondta, hogy fölhívják sokan, hogy ezért, azért imádkozni, és azt mondja, hogy én a hit kegyelméért imádkozom, azért, hogy a Jóistennel kapcsolatban legyünk, maradjunk. Bocsánat, nem tudom pontosan visszaadni az ő szent gondolatait, de ezt a fajta tisztaságot, ezt érdemes majd folytatni. Azért is mondom, hogy folytatni, mert van egy kedves telefonáló, hallgatom szeretettel az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tatabányáról telefonálok, Onda Sándornél vagyok. Köszönöm, egy imacsoport tagja. Sajnos az imacsoport szétosztott, mert idősek lettünk, fájdalmasak, úgyhogy már csak a tévén tudjuk nézni a műsort, a miséket. De a szívünkbe maradt a másatya, mert ott volt velünk nagyon sokszor a kiskápolnába, az iskolába. Talán emlékszik ránk, el is mentünk önöket meglátogatni Bodajkra. Én vagyok az a hívő, aki önnek egy Szűzmáriát és egy Jézust csinált goblányból. És nem is akármilyen, mert tűgoblány ez a kicsike, ha jól emlékszem. Goblány, igen. Igen, igen, hogyne. Igen. Nagyon-nagyon sokat gondolunk atyánkra. Szerettünk volna eljutni, elmenni, de szétszélettünk. Gondozásba kerültek sokan. Még egy-kettővel úgy tartom a kapcsolatot telefonon keresztül. Volt is rá, gondolkodtunk, hogy valahogy majd megoldjuk, hogy eljutunk még Bodajkra, de lehet, hogy még el fogunk menni egyszer. Ha nem az összes, de egy páran biztos, hogy el fogunk menni. Hát köszönöm. Csodálat. És önt külön szeretettel várjuk. Nagyon szép helyen tettük ki ezt a két gyönyörű goblányt, a múzeumi bejárat, vagy a lépcsőháznak az alján van, és úgy meg is szoktam mutogatni, hogy ezt kaptuk egy kedves volt hívőnktől, hívemtől, így mondhatom talán, és hogy a szívemben van, minden napot megyek föl én is, hiszen ott lakunk az emeleten, úgy rácsodálkozom, hogy milyen szép munka. Úgyhogy nagyon köszönöm, ezt próbáltam nagyon megőrizni, és értékelni, és az imádságát is látni, ami mögötte van. A szeretettel várjuk önöket, akár külön is, ha szeretne eljönni, vagy egy ketten-hárman már el tudnak jönni, akkor azzal a szeretettel várjuk, hogy igen, Attila atya is, és én is jó pár évet Tatabányán szolgáltunk, és az élet, a papi életem kezdetének legszebb évei voltak ezek, amikor ott tapasztalattam meg, hogy milyen papnak lenni, milyen a híveket szolgálni, milyen beosztottként azt tenni és azt cselekedni, amit kérnek az előjáróim, úgyhogy nagyon szép élményeim vannak. Arról a kápolnáról, meg aztán különösen az újvárosi templom, illetve iskola kápolnáról, ahol vasárnap azt hiszem 11 órakor voltak a misék, és olyan jó volt együtt imádkozni. Igen? Háromszor csináltam meg. Egyet a részemre, egyet az ön részére, egyet pedig a húgom részére. Tehát 6 darabot csináltam belőle. És egyébként én kísérem atyának a interneten a felújítást, a működését, hogy mit csinál, merre jár, úgyhogy kémbe vagyok, csak éppen nem élőben. És imád kérünk, hogy legyen erőnk a mindennapokhoz, a továbbiakhoz, és szeretettel várjuk önöket. Ha egy páran el tudnak jönni, szeretettel hívjuk, akár egy ebédre is le tudunk ülni. Ezt tényleg azzal a szívvel mondom, hogy nagyon hálás vagyok ezekért az ajándékokért is, mert nagyon szépek is, meg nagyon kedves volt számomra. Ez egy nagyon szép munka. Egyébként sokan megcsodálják, mert mondják is, hogy ez sokkal nehezebb, mint a hagyományos technikát. Úgyhogy köszönöm szépen. Én is kívánok egészséget. Köszönöm szépen. Köszönöm, viszontlátásra. Visszatérve picit a csodára még, hogy az ember rádöbben végeredményben a csoda kapcsán, és talán ez lesz egy nagyon fontos gondolat, hogy az igazi csoda azok mi vagyunk. Az ember mindig valami külső dolgot vár, várja, hogy valami történjék vele, és észre sem veszi, hogy a csoda ott van benne a szívében. Ilyen például, hogy akár egy házasságban, kapcsolatban, barátságban az ember évek után veszi észre, hogy kicsoda a másik, hogy micsoda érték van benne. Hogy talán soha nem ült le mélyen beszélgetni, soha nem engedett ki bizonyos dolgot a kezéből, hogy a másik megmutathassa, hogy ezt ő is tudja.
soha nem kérdezett dolgokról a másik életében, és rádöbben az ember, hogy mekkora csoda vagy. Vagy éppen egy nehézségben mutatkozik meg az, hogy te mégis tudsz segíteni. Hogy én azt gondoltam, hogy te úgyse tudsz ehhez hozzászólni, te nem értesz ehhez, és egy nehézségben pont az lesz az igazi társ, és az egy fontos szó, hogy társ, akit a másik, akitről esetleg azt gondoljuk, hogy ő nem olyan, nem alkalmas erre. És ezek is csodák, sőt, talán mélyebb csodák, mint az, hogy Isten most belenyúlna az ember életében olyan nagyon látványosan. Ezt elmondtam az előző adásban is, és ezt most is elmondom, hogy volt egy nagyon őszinte imádságom az Isten felé, és sőt, akár egy kérésem is, ki vagyok én, hogy ilyet merjek kérni az Istentől, de mégis megfogalmaztam, hogy nagyon kérlek, Uram, ha nem szükséges, vagy nem muszáj, akkor ne tegyél semmi a rendkívüli dolgot az életemben, hogy azért, mert az megtörtént, jobban higgyek benned, vagy valamiféle bizonyság legyen a te létedről. Én szeretnék úgy hinni benned, hogy nem történik olyan rendkívül az életemben, hogy amiatt kénytelen legyek, vagy a kényszer legyen bennem, hogy igen, te valami bizonyságot tettél, te valamit bizonyítottál. Nyilván az ember ne disponálja az Istent, és ne akarja megmondani, de mondjuk fordítva is milyen érdekes, hogy hányszor azt kérjük, vagy hányan azt kérik, hogy Uram, csak valami apró jelet küldjél, valami történjék az életemben, és biztos, hogy ezt is alázattal lehet kérni. Nem azt mondom, hogy ez nem jó. De milyen mélységes hit az, amikor, és talán Jobb könyvében ezt látjuk, ez most sokat előjön Nagybőjtben, hogy Jobbtól az Isten minden jelet elvesz, minden külsőséget elvesz, sőt próbára is teszi, hogy na azért szeretsz, mert szép az életed, mert jó az életed, mert áldásom van rajtad. Sőt, a sátán kezdi ezt ki, hogy látod, ő csak azért szeret téged, vagy könnyű neki azért szeretni, mert jó vagy hozzá. Bizonyítsa be, mutassa meg, hogy milyen akkor, hogyha nem jól mennek a dolgok. És Jobb eljut a mélységekig, szinte a poklok pokláig, de nem kísérti meg az Istent. Biztos, hogy ezer kérdés van benne. Biztos a miértek sorozata, ahogy egyébként ott lehetett a szűzanyában is, hogy lehet, hogy az én fiam halottan itt fekszik az én ölemben. Milyen Isten az, aki elveszi tőlem a fiamat, akár szó szerint ki is mondhatnánk a szűzanya miértjei között. De mégis ez a csönd, a piétának a csöndje, az egy olyan hitvallás, amely pontosan arról szól, hogy Uram, most nem jön csoda, most nincs bizonyságtétel, most nincs áldás, de én akkor is tudom, hogy te szeretsz engem. Ha már itt tartunk, hagyj hozzak egy gondolatot. Egy nagyon szép Tóth Árpád vers, biztos, hogy az egyik legismertebb vers ez, és sokat használjuk, idézzük, keresem az egészet is. Egy részletét írtam ki magamnak, mert a vasárnapi beszédre való készület kapcsán én ezt a verset szeretném majd felolvasni, illetve a versből szeretnék idézni. Van egyébként egy nagyon szép imafüzetünk, amit a Székesfehérvár Egyházmegye készített püspök atya ajánlásával és szeretetével. Akik a mi egyházmegyénkben élnek a Székesfehérvár Egyházmegye területén, biztos találkozhattak ezzel, hiszen sok helyre eljutott, az atyák elvitték a plébániákra. Nagybőjti lelki út volt ilyen már adventben is, és ebbe is bekerült ez a nagyon szép Tóth Árpád Isten oltókése. Hagy olvassam fel, és hagy folytassam az imádság kapcsán. De látom, hogy van egy telefonáló, lehet, hogy megvárnám a telefont, és akkor utána ezzel fogom folytatni. Szeretettel hallgatom a telefonálót az élő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki. Én Borsodból hívom, Ilona vagyok. Köszöntöm, szeretettel. Én is ezzel a csodával kapcsolatosan szeretnék elmondani élményt. A jó Isten annyira sok mindent adott nekem, mert sok helyre el tudtam menni, Lourdesba, Fatimába, Csíksomjóra, Krakóba, Romániába, Medjugorjéba, Mária Celbe, nagyon sok helyre, és 35-6 éve már özvegy vagyok, és ezek a jelenések, ezek mind nekem már a férjem halála után voltak,
és az, hogy egyszer 98-ba bementem a Szent Sírba. Elmentem ugye a Szent Sír látogatásba, és akkor mindig szoktunk imádkozni, meg nagy csütörtökön éjfélig mindig virasztottunk, és akkor egy hang azt mondta nekem, hogy miért most jöttél, mikor oly rég várok rád? Úgy egy óra után mentem, és akkor én úgy megijedtem, és mondom, hát de Jézusom, hát de itt vagyok nagy félelemmel, azt mondja, már most tudom, de én oly rég várok rád, és tessék elképzelni, hogy ahogy feküdt abba a kis koporsóba, vagyis miben, amiben bele van téve, és az a kék szája mozgott, ahogy néztem, és hát utána pedig, ugye a család mindig el szokott jönni, de én két óra hosszáig sírtam, mert én nem tudtam el abba hagyni a sírást, ahogy ő hozzám szólt. És utána a főm azt mondja, jaj, a fényképezőgépet meg bent hagytam, azt mondja, visszamegyek érte, pedig minden éven eljöttek, és akkor elhozta és lefényképezte nekem. És én annyira őrzöm, benne van mindig az imakönyvemben, mert csodálatos érzés volt, hogy háromszor hallottam egyszer Medzsugorjéba, hogy lejöttem a hegyről fel, mezítláb vissza, és mezítláb jöttem, és az egyik ember majd most hozott vizet, töblítsd le a lábad, azt mondja, az húzd fel a papucsot. És aki ponzorált bennünket, az megmosta a lábamat. És mikor elindultunk, azt mondta egy hang, hogy csókold meg a kezét. Hát ugye én szégyeltem oda menni, megcsókolni, de a lelkiismeret nem hagyott békét, másnap csak oda mentem, abba a kápolnába, ahol a Mária jelenése történik. Utána pedig lenn itthon a kisunokám, Szent Családot jártunk egyik éven, és akkor ő elmondta az egy tizedet, és akkor pedig lenn rám szólt, hogy térdepelj le. De mondjuk hát akkor se tettem meg mindjárt, hát lehet, hogy ez ugye nagy bűn, hogy mindjárt nem fogadtam szót, és de utána én vezettem mindenütt az imát, ahova mentünk a 9 napon át, és de ott már akkor mindig letérdepeltem, és úgy mondtam el. Úgyhogy ilyen, és Lourdesba, ott is, ahogy a Gave folyó másik oldalán voltunk a Szűzanyával szembe, olyan volt, mint mikor a nap adja szét a sugarát, és akkor úgy jött át a Gave folyó másik oldalára, de nem mint fény, hanem ilyen barna szín csak, de láttam, mert ott térdepeltünk, imádkoztam, mondtam a rózsafűzért, és akkor úgy teljesen egy nagy teret befont, vagy befogott, és akkor úgy jött a Máriától át oda hozzánk. Ilyen nagy csodákban voltak részem, és én olyan, meg még volt egy a Romániában, ott meg Jézusnak a képét megcsókoltam, mert a szembemisézőn ki volt téve, meg az Éva asszony, aki a Szent Háromság hegyén lakott, mert ugye ott jelent meg neki a Szent Háromság, és akkor ott meg Jézusnak a szeméből, mind a kettőből egy-egy fény átjött az én két szemembe, és le egész a lelkem mélyéig. Mindjárt be is szaladtam Csillik atyához, mert ő volt ott akkor a pap, és akkor mondtam neki, hogy mi történt. És ezeket úgy azt mondták igaz, hogy ezt nem mondjam el, mert ez csak nekem szólt. Hát most nem tudom, hogy ez igaz-e, de nagyon sok csodát kaptam a Jóistentől, amiért örök hálámat fejezem ki, meg az a jányomnak is 13 évig nem volt gyereke. Én 6 évet imádkoztam minden első péntek, első szombat kenyeren és vízen, és 13 év után lett neki egy gyerek, csak neki még ahhoz el kellett jönni egy zarándok helyre. És ottan meglátott a napcsoda volt, és a napcsodába látta, hogy egy asszony, egy alak, és hogy terhes, hogy nagy hasa van. És utána őnek is meglett egy gyerek.
Hát ezek mind olyan csodák én nekem, hogy én ezen élek, mindig vissza-vissza idézem, mert nagyon vágytam mindig még Medjugorjéba, de hát ugye nem adatott meg, és akkor mindig visszagondoltam, hogy csodaszép volt, mert kuzsiót végeztünk, és akkor csak a kuzsisták voltak ott, és az más, mint egy emilyen másik csoport, de mi felültünk este 8 órakor a buszra, és hajnal 3 óráig ima, ének, csodálatos út volt, meg ott is hát nagyon boldogok voltunk, mert olyan kaptunk, mintha a Mennyországbólnak az ízét éreztük volna. Hát én ezeket a csodákat szerettem volna, hogy ez tényleg csak nekem szól, vagy... Hát köszönöm, hát hogy elmondta. Hogy ezeket megérhet. Köszönöm, hogy eltetszett mondani ezeket a különleges, rendkívüli élményeket. Eszembe jutott két élményről, nekem is két élményem, és ezeket hagy válaszként hagy mondjam el önnek. Az egyik, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy vártalak, akkor tulajdonképpen ez egy olyan szó Istentől, egy olyan gondolat Istentől, amit ha nem mond ki, akkor is tudjuk, hogy ezt mondja. Minden templomba való belépéskor az ember megéli azt, hogy Isten azt mondja neki, hogy vártalak. És itt nem csak arról van szó, hogy már régóta vártalak, és már unatkozom, és miért nem jöttél, hanem hogy én akarlak téged. Én várlak. Én várok rád. Nem tudom, érezzük a különbséget, és biztos, hogy érezzük, hogy mit jelent a különbség, hogy minden egyes esetben, amikor Jézussal a szentségben találkozunk, az oltári szentségben, és a szentségimádásunk csöndjében ez az üzenet megfogalmazódik, hogy várlak, vártalak, hogy örülök, hogy itt vagy. Ha ez hallható, nem hallható, ez akkor is így van. És ez azért szép, mert tudjuk, hogy az Isten vár ránk. Erről ezt jobban tudjuk, mint bármi mást az életünkben. A másik pedig, hogy egy természeti jelenséget is mondott, talán kettőt is. Nagyon szeretek túrázni. Hagy buzdítsam nyilván az idősebb testvéreket erre nehezebb, és tudom, hogy életállapotukból, betegségből kifolyólag talán nincs rá lehetőségük. De a fiatal testvéreimnek, a családoknak hagy mondjam és üzenjem, hogy mennyire fontos a kirándulás, a túra. Együtt tud tölteni időt a család, gyönyörű helyeken töltekezik a természet szépségében. Most így tavasz, március 1-én talán különösen szép ez, hiszen az aranyeső már kinyílott. Gyönyörűen indul a természet, talán kicsit korábban is, mint kellene, de ezt megkaptuk és megkapjuk a Jóistentől, ezt a szépséget minden tavasszal. Nagyon szeretek túrázni, kirándulni, amikor csak lehet megyek. Rövid időre is, akár egy fél délutánt is megindulok. És nekem csoda maga a természet. Semmi más nem kell, mint ami ott látszik. Nem kérem, hogy jobban süssön a nap, vagy más legyen, vagy nekem külön sugarakat hagyjon. Egyszerűen fölmászok egy hegytetőre, ott a bakony van nálunk, Vértes és a bakony. Kicsit leülök, imádkozom és gyönyörködöm. Vagy egy gyönyörű fán, egy madár csicsergésen. Ez a fajta szemlélődés egyre inkább kezd úgy a sajátom lenni, hogy hálát adok a Jóistennek ezért, hogy semmi más nem kell egyszerűen nyitott szemmel járni az életben. És szinte zavarna is, hogyha más lenne. Zavarna, hogyha virág bújna ki akkor, amikor nem szab, amikor, mit tudom én, télen még nincsen. Zavarna, ha rügyeznének a fák ősszel, vagy nem tudom, most akartam csak ilyen képeket mondani, mert maga a természet is egy csoda. Van egy kedves telefonáló, hallgatom szeretettel az élő adásban. Haló, haló. Azt hallottam, hogy megszakadt a vonal, úgyhogy ha újra telefonál, akkor bekapcsoljuk a telefonálót. Addig folytatom ezt a képet. Tehát két ilyen érdekes képet szerettem volna válaszként mondani, hogyha, és csak azért is mondtam válaszként, mert a hölgy nagyon szép eseményeket mutatott az életéből, és azt érezhetjük, hogy hát sokunknak nem voltak ilyen események, nekem se. De mégiscsak voltak, hiszen minden templomba belépéskor Isten azt mondja nekem, hogy várlak, hogy vártalak, hogy örülök, hogy itt vagy.
ha ezt nem mondja ki hallhatóan, akkor is így van. És hogy kell-e különleges csoda annál több, mint ami a természetben van? Kell-e szebb annál, mint amit az Isten nekünk adott itt a fizikai valóságban és világunkban? Ezt is lehet csodának észrevenni. Természetesen nagyon örülök egyébként, hogy megosztotta, hogy 13 év után gyermek születhetett a családban. Ez egy akkora dolog. És kérem, vigyázzunk azért erre, tudom, hogy a közbeszéd így mondja, hogy terhes. De hát mennyivel szebb azt mondani, hogy várandós, vagy áldott állapotban van. Erre még sokszor mi katolikusok sem, vagy keresztények sem figyelünk, hogy a beszédünkkel mennyire nem figyelünk arra, hogy ezek a szent dolgok szentül legyenek kimondva. Magamra is értem ezt, mert sokszor én is tévedek, és talán azért is vesszük észre hamarabb a tévedést, mert magunkon is látjuk ezt. Úgyhogy nem megrovásként mondom, hanem csak segítségként szeretném mondani, de van egy telefonáló, vagy az előző telefonáló, szeretettel hallgatjuk az élőadásban. Haló, haló. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Én atyával januárban beszéltem, egy Nógrád megyei kis településen lakom. Igen. És olvastam az atyának egy imádságot be, és az atya akkor nekem megígérte, hogy január 26-án volt egy műtétem, és atya így látatlanban ismeretlenül imádkozik értem. Igen. És ezt szeretném megköszönni, mert nem akarom újra ismételni magam, hogy a 16 hónapos tragédia mennyi mindennel járt nekem. És meg volt a műtét január 26-án, egy kórházban voltam egy hónapig rehabilitáción. Hát reméljük, hogy a Jóisten segítségével jó lesz a lábam, mert tétprotézis kaptam bele. És nagyon szeretném megköszönni az atyának az imáját, hogy imádkozott értem. Mert én tudik az imának az ereje, és most még azt kérem az atyától, hogy az élő gyermekeimért, azoknak a családtagjaiért, mindenkiért legyen olyan kedves még imát mondani, mert nem tudunk a tragédiába belenyugodni. Igen, igen. Én emlékszem, és egész megrázott, hogy mennyi minden nehézség érte, szenvedés érte önöket, és elvittem önt lélekben a Bodajki Szűzonyához. Mi sokszor van, hogy reggel külön misézünk, vagy akár együtt misézünk, de nem a konvent misét mondjuk, mert nincs az ördögönként. És én emlékszem, hogy odahelyeztem önt is az oltárra. Nagyon szépen. És nagyon köszönöm a visszajelzést, mert milyen jó, hogy hallunk egymásról. Egyrészt halljuk azt, hogy sikerült igen, a műtét. Igen. Másrészt pedig... Hát remélem, hogy most már tudok majd mankó nélkül járni. Most 11-én ebben hónapban vissza kell mennem kontrollra, és remélem, ha el fogok tudni most már menni bátrabban bárhova. Nagyon jó gyerekeim vannak, amiért nem győzök az Istennek hálát adni, ahhoz képest, hogy én 43 éve egyedül neveltem őket. Mindenbe támogattak, édesapám is, anyukám is, ápolásába is, csak ebben 17 éves unokámba. Ebben mindenki bele van rokkanva, és ezt nem tudjuk feldolgozni. És testi-lelki gyógyulást kívánok, hogy valahogy át tudjuk vészelni ezt, mert az egész családunk tönkre ment benne. Most lett volna március 20-án 20 éves az unokám. Igen, emlékszem erre, amikor tetszett mondani. Biztos, hogy nem akarok ilyen közhelyszerű dolgokat mondani, de azért az idő sokat tud segíteni, illetve mekkora Isten bizonyíték az, tudnélik a föltámadás, az örök életről bizonyíték, hogy az ember ebben nem tud belenyugodni, és nem is fog. Nem, nem. Tehát bizonyíték arra, hogy nem lehet az, hogy az életnek egyik pillanatról így a másikra vége lehet. Igen. Nem is azt akarom csak mondani, hogy kell, hogy találkozzunk még, de hogy biztos, hogy örök életünk van. Erre az is nagy bizonyíték, hogy az ember olyan szenvedéseket él meg a szerettei elvesztésében, az elszakadás kimondhatatlan voltában, hogy kell, hogy legyen folytatás. Tehát nekem ez is egy Isten bizonyíték, vagy egy örök élet bizonyíték, hogy az ember ebben nem tud belenyugodni, és hogy biztos, hogy önnek is sokan mondják, sokszor mondják, hogy hát de engedd el, meg nyugodj bele, ebben nem lehet belenyugodni. Nem. Ez örökre ott fog maradni a szívükön. Egy dolgot lehet egy kicsit kérni az Istentől azt a fajta csendességet, hogy ezt tudja ezt a terhet hordozni, tehát nem azt kérni az Istentől, hogy,
hogy felejtsem el ezt, mert nem lehet ezt elfelejteni. Ezt nem lehet. Hanem, hogy ezt a keresztet bírjam hordozni, és hogy tudjam ezt a keresztet Krisztusban csöndbe hordozni, és ezzel együtt kell élnem. Nyilván együtt, igen, a szülő, de a szülőknek talán még nehezebb. De hát biztos, igen, három éve a temetőbe kezdik a napot, igen. És ott is fejezik be az édesapja is, meg az anyukája is, és atya, borzasztó látni egy anyának, mint nekem, hogy elveszítettük az unokámot, és látom, hogy szemem láttára mennek tönkre a gyerekek is benne. De nem szabad, tehát hogy ebből kell egy kicsit kiemelkedni, hogy az semmire nem gyógyír, és az semmire nem válasz, igen, hogy nem vagyunk erősek, és hogy nem mehet rá a család erre, mert igen. Talán ezért kell imádkozni, és elviszem ezt a kérést is Bodajkra. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen őszintén ezeket elmondta, és nagyon jobbulás vagy, jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy hallottam a hangját is. Hogy jó, Isten áldja még az atyát minden lépésében. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus. Egyébként ezt is szívesen mondom, akár itt egy picit csak egy mondatta jegyzetelek is magamnak, hogy ha van valakinek olyan ima szándéka, nehézsége, amit szeretne, hogy elvigyek az Bodajki Szűzanyához, azokat szívesen meghallgatom. Nyilván ezek nem biztos, hogy tartoznak mindenkire, vagy nem biztos, hogy szívesen tudjuk megosztani a másokkal, de ilyen irányba is szeretettel hallgatom önöket, és várom a telefonjaikat. Azt gondolom, hogy most tartanánk egy kis szünetet a műsorban, ahogy így szoktunk fél időben, és így fogunk majd visszajönni 10:30-tól. Várom szeretettel önöket, amikor is egy kicsit az imádságról, a csodákról, az ima meghallgatásokról beszélünk, és szeretném majd a műsort folytatni azzal a szép versről, amit már szerettem volna felolvasni, Tóth Árpádnak az Isten oltó késével. Kis szünetet tartva, szeretettel várjuk vissza önöket a képernyők elé. A skapulári egy szentelmény. Egy papnak fel kell adnia rád, és a papok, bíborosok, mindenki viseli. Régebben legalábbis így volt. A szűzanya öltözékét jeleníti meg, olyan, mintha egy kis darab anyagot hordanál magadon abból, ami ő hozzá tartozik. Erős védelmet jelent. Erős védelem sok minden ellen. Ó, ez babonaság! Ha az Isten mondja, hogy viseljük, akkor ez nem babonaság, ez engedelmesség. Oké, lássuk csak. Stock Szent Simon, akit Isten kiválasztott a karmelita rend vezetésére. 1251 körül, amikor a dolgok megoldhatatlannak tűntek, a szűzanya megjelent és átadta neki a karmelita rend skapuláriát. Mi is viselünk skapulárit, mégpedig nagyot, különleges szeretetének és védelmének jeléül. Tudod, mennyi mindennel szemben van szükségünk védelemre manapság? Sok minden van, nem csak a balesetek. Szükség van a védelemre Isten ellenségével szemben is. Nos, a szűzanya így szólt. Fogad rended e skapuláriát, jeléül azoknak a különleges kiváltságoknak, amelyeket én neked és a Kármel gyermekeinek megszereztem. Aki ebben a kegyelmi ruhában hal meg, az megmenekül az örök tűztől. Ez az üdvnek jele védőruha a veszedelmekben. Azt kérdezed, hogy lehetséges ez? Isten bármit megtehet. Miért kérdezed, hogy lehetséges? Emlékszel még arra az eunukra, aki leprás lett? És elment a nagy prófétához. Valami nagyszabású dologra számított. A próféta így szólt, menj, fürödj meg a Jordánba 7-szer. Dühös lett és azt felelte. Hé, az én hazám folyói különbek az ittenieknél. Azokban is megfürödhetnék.
Ám a szolgáinak több esze volt, és azt mondták: atyám, ha a próféta valami nehezet kívánt volna, nem tenné, de meg azt is, mire ő igen, hát akkor menj és fürödj meg hétszer, ártani nem fog. Ahányszor bement a vízbe, mindig jobban lett. A hetedik alkalommal kigyógyult a leprából, tehát valami gyógyvíz volt? Nem. A próféta mondta neki, hogy fürödjön meg a folyóban hétszer is, meggyógyul. Ha mi drága szűzanyánk azt ígérte, és ezt Fatimában is elmondta, hogy aki viseli a skapulárét, ezt a kis barna anyagot, azt ő megoltalmazza, és számos kegyelemmel halmozza el. Egyik barátunk a legutóbbi háborúban viselte ezt a skapulárét, nem pont ezt, hanem egy hasonlót. Hirtelen egy üregben találta magát, és észrevette, hogy a skapulárija elveszett. A helyzet nagyon forró volt, bombák és golyók süvítettek el mellette, és elhatározta, megkeresem a skapulárét. Kimászott a lyukból, és kúszva-mászva próbálta megtalálni a skapulárét, és meglett. Amint megtalálta a skapulárét, a lyuk, amiből kimászott, felrobbant. Ő is ott robbant volna fel. Rengeteg csoda történik. De nehogy azt mond, Angelika anya csodát ígért nekem, nem ígértem. Én senkinek sem ígértem semmilyen csodát. Csak azt mondom, a mi urunk nem kér nagy dolgokat tőlünk. A budapesti magyarok nagyasszonya templomban minden évben a 48-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából egy különleges keresztutat imádkoznak Magyarországért, valamint a magyarok lelki újjászületéséért és egységéért. A keresztútra és az ünnepi szentmisére március 15-én kerül sor a 8. kerületi plébánián. Pestnek régen ez volt az egyedüli szabadtéri keresztútja, az egykori Golgota téren. Ez 1970-ben Kádár időben a Golgota kápolnát, azt felrobbantották, Alváriát is megsemmisítették. Néhány stációt, kettőt, az elsőt és az utolsót átmentették a templomunk mögé, és ott állították föl, és annak a kiegészítéséül Tar Miklós pedig egy mészkőből faragott másodiktól 13. állomást készített a templom falába. És ennél a szabadtéri keresztútnál szoktuk évről évre magyarokra emlékezve, szentértő magyarokra a Jézus szenvedés történetét átimádkozni. Általában a kerületnek a papjait és híveit szoktuk meghívni, de mindenkit szeretettel látunk. Férfiak vállukra szokták venni a nehéz keresztet is, 4-5-en viszik, kicsit hasonlóképpen, mint Jeruzsálemben a Via Dolorosán az ott imádkozók szintén. Volt, hogy a bíboros úr is egy alkalommal ő vezette, nagyon sokszor más atyákat szoktunk fölkérni ennek a keresztútnak a végzésére, úgyhogy a ferences atyáktól is volt, hogy a Ferencék teréről jött ki, egy atya az külön egy kicsit át is komponálta a stációkat, de nagyon jó volt szintén. Március 15-én reggel 9 órakor az ünnepi szentmisét Varga Miklós Péter esperes plébános mutatja be. Ezt követően 10 órától a magyarok lelki megújulásáért és egységéért keresztúti állítatosságot végeznek a budapesti magyarok nagyasszonya templomban. Évek óta a házasság hete Győri Egyházmegyei nyitó előadását a Széchenyi Egyetem apácai karának dísztermében tartják. Ez a mai alkalom azért is különleges, nem csak azért, mert a házasság hetének a győri programját nyitjuk meg, hanem mert itt vannak olyan hallgatók is, akik először idén fölvettek egy kurzust, aminek az a címe, hogy Értékek és kihívások. És ha megnézik a mai előadásnak a címét, ugye, hogy élünk egy ilyen naptári időbe, ugye elindult a fél év, és akkor ez a második oktatási hét, a hallgatók szépen eljöttek, egyébként 16:30-tól kezdődik azok az óráig, tehát 6 óra 5 perc, pont véget ért, és mindig itt ülnek, tehát nem mentek haza. Szóval, hogy tekerjük ezt a
kronológikus időt, és hát az életünk egy részét ezt teszi ki, de amikor most itt vagyunk ebbe a, nem tudom, egy órába, másfél órába, ez nekünk egy szent idő lesz, ugye Kairosz, ahogy itt az atya írta a címbe, és hát akár az egyetemi élet, hiszen most egy egyetemi épületben vagyunk, akár a mindennapi élet, sőt, talán én is házas ember vagyok, most már 20 éve, a házas élet is valószínűleg tartalmaz kríziseket, jelenkezzen, aki nem, és elfordulok. Szóval, hogy a krízis is jelen van az életünkben, akár a személyes egyéni életünkben, akár a közösségi életünkben. A hallgatóságban tehát voltak olyanok is szép számmal, akik még a házasság előtt állnak. Az est előadója Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök volt, aki korábban a Győri Hittudományi Főiskola prefektusaként már tartott előadást. Szívesen vagyok Győrbe, és szívesen találkozom azokkal a győri házaspárokkal és győri ismerősökkel, akikkel a Hittudományi Főiskolán vagy a Város plébániáin, vagy valamilyen esemény kapcsán, például amikor eltörtem a lábamat, akkor a kórházba is találkozhattam. Győr egy nagyon szép város. Az egyetlen szomorú esemény, hogy most csak nagyon rövid időt tudok itt lenni, tehát igazából az előadásra jöttem, és utána nem sokkal haza is kell mennem. Nagyon szívesen lennék a Dunaparton, vagy a városba is sétálgatva, egy szép élmény. Emberként és keresztényként a házasság, illetve az emberi értékek, amelyek ahhoz szükségesek, mégiscsak mindannyiunkat érintenek. Az előadás az idő különböző filozófiai aspektusait érintette, kapcsolódva a házasság hete idei elmondatához. Állandó megújulásban, amely egy ellentmondás is, hiszen egyrészt arra törekszünk, hogy ugyanazok akarunk maradni, másrészt meg akarunk újulni, fogalmazott Balázs atya. Kronosz felfalja a saját gyermekeit. A múló idő, az idő tartam, az tulajdonképpen mindig hoz magával változásokat, szinte magától beáll ez a változás, és nem mindegy, hogy hogyan reagálunk rá, nem mindegy, hogy mit kezdünk az idővel, ami nekünk adatik, akár egy házaspárnak adatik, hogyan élik meg a házaspárok az emberi életüknek a lassú növekedését, a gyermekek születését, és így tovább. Mindez borítékolható, hogy kihívást hoz, hogy változást hoz az életükbe. Az első megközelítésben erről szeretnék beszélni. A második idő, közismert módon szintén görög fogalma, kairosz, ami az alkalmas időt jelenti, a kegyelem idejét jelenti, a váratlan ajándékozó lehetőséget az életünkben. Olyan helyzeteket, amelyekbe bekapcsolódunk, amelyekre valahogy igyekszünk reagálni, váratlan események, amelyekben jó lenne felfedeznünk a Istennek a szeretetét és a segítségét. És a harmadik, ami már csak az alliteráció miatt is ide kívánkozik, a krízis. Gyakran beszélnek ma arról, hogy nem mindegy, hogyan állunk a nehéz helyzetekhez. És a keresztény ember nagyon is tudja, hogy a nehéz helyzetekben valahogy az életének az az igazsága mutatkozik meg, amelyikben talán a leginkább önmaga, amelyikben nem a felszínesen elsajátított, vagy éppen az anyagiaktól függő dolgok mutatkoznak meg, hanem az a legbenső reláció, amelyikhez ő mint egy automatikusan születetten, vagy a leginkább szeretettel tud visszanyúlni nehéz helyzetekbe. A házasság hete programjai között kötetlenebb lehetőséget is lehetett választani. Ilyen a gyűrűbaráti házaspárok útja, amelynek mintája a Sönstadt Közösség Óbudavári kezdeményezése volt. 15 állomáson keresztül végigjárhatták a házasság útját az ismerkedéstől a gyermekek elengedéséig. Irányított kérdések segítették a beszélgetést. Hogy jön nektek az Isten gyümölcstermű életében, amely áldással lesz mások számára is, és így áldjon benneteket a mindenható Isten, az Atya, és a Fiú, és a Szent Lélek. A szerelmesek napján, február 14-én pedig katolikus és evangélikus lelkipásztorok várták a házaspárokat, hogy áldásban részesítsék őket. Szeretettel köszöntöm a kis szünet után bekapcsolódó televízió nézőket, az EVTN televízió délelőtti
élőadását láthatják. Móros Tamás plébános atya vagyok, Budaegi egyhely plébánosaként érkeztem ma ide. Szeretném elmondani a műsor telefonszámát, ahol telefonálhatnak, elmondhatják kérdéseiket, kéréseiket. Itt elsősorban a műsorral kapcsolatban, tehát a felvett témával kapcsolatban várom jó magam a hívásokat az élőadásban. Ez a 061-808-95-55-ös telefonszám. A mai témánk az imádság, illetve a különleges kegyelmek, csodák világába is elindultunk egy picit. Elmondanám még a közönség szolgálat elérhetőségét, a 061-780-80-85-ös telefonszám, illetve az ékezet nélkül értve közösségszolgálat@evtn.hu e-mail címet, ahol pedig a televízióval kapcsolatos kéréseiket, kérdéseiket tehetik fel, akár írásban, vagy telefonon. Ígértem a szünet előtt, hogy egy szép verssel folytatnánk, így Nagybőjtben, hiszen ma nagybőjti péntek is van, bőjti nap is van, illetve első péntek is van. Jézus szenvedése talán különösen még kézzelfoghatóbbá válik a hívők számára a saját bőtölésünkön keresztül, lemondásunkon keresztül, és maga a nagybőjti szentidőn keresztül. És a hétvégi beszédre készülve, a vasárnapi beszédre készülve egy szép verset szeretnék majd a beszédben is kifejteni, illetve beletenni a beszédbe, amelyet talán nagyon jól ismerünk, én nagyon szeretem Tóth Árpádot, az Isten oltó kése. Fölolvasnám most a verset, és erről mondanék pár szót utána. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégsem pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühöt, jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tiéd az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcát fényű arcom. Van egy telefonáló, utána pedig majd a versről szeretnék beszélgetni. Most hallgatom a betelefonálót az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenekké amen! Várpalotáról beszélek, Ilona. Tavaly zarándok úton voltunk Bodajkon, és a Szent Sírnál a lányaim egy valami koppanást hallottak. Pont elment a villany, és a telefonjukkal nézték, hogy mi lehetett az. És egy ilyen kis kerámia valami volt, azt hitték, hogy valami táska húzó, de fölvette a lányom, és mit ad a teremtő, ott volt egy ilyen elhullajtott papírzsebkendő, és abba szépen belecsomagolta, és egyik zarándoktársunktól megkérdezte, hogy láttál-e egy szemetest valahol, és eldobta. Majd ugye bementünk a templomba, felmentünk az emeletre, és ahogy jöttünk le a csiga lépcsőn, hallottam, hogy egyik utitársunk panaszkodik a férjének, hogy elvesztette a hallókészülékét. És mondtuk, hogy akkor mondja, hogy megyünk a buszra vissza ebédelni, de ő nem jön, mert megpróbálja megkeresni. És én felajánlottam neki, hogy akkor én sem megyek vissza, segítek. És abban a pillanatban odajön a lányom, és kértem, hogy segítesz nekünk megkeresni. Miért, mit kerestek? És mondja, hogy hát a hallókészüléke. Azt mondja, én alig, ha nem most dobtam el a kukába. És tessék elképzelni, atya, hogy azóta már elég sok idő eltelt, már az emeletet végignéztük, és a szemetes kukába senki nem tett semmit, és ott volt a hallókészülék. Hát ez egy nagyon drága dolog, ugye, egyrészt. Másrészt pedig, hát egészségügyileg hát nagyon fontos,
És hát a szűzanya csodája, hogy pont az ő férjétől kérdezte meg, hogy hol van egy szemetes. Én pont meghallottam, ahogy a férjének panaszkodott, hogy elvesztette ezt a kis készülékét, és hogy a lányom pont odajött, pont megtaláltuk, hát a szűzanya csodájának véltük ezt. Köszönöm, hogy elmondta meg, hogy ez személyesen hozzánk kötődik. Én is sok ilyen apró dolgot áttélek az életben, szinte napi szinten, amikor kicsit visszatekintek, és azt mondom, hogy köszönöm, Uram, mert biztos, hogy itt voltál. Ez nélküled nem ment volna, vagy nem így ment volna, és talán ezek azok a rejtett csodák, amikben nem kell valami nagy természet fölötti dolognak történnie, és mégis az ember megéli, hogy Isten személyesen ott van az életében. És ilyenekért tudunk hálát adni. Köszönöm szépen, hogy elmondtam, mert sok ilyen apró dolog történik az életünkben, amiért igenis jó hálát adni. Néha vezetek messzebbről, érkezem haza, akkor egy fohászt elmondok, és köszönöm Jézusom, hogy velem voltál, hogy nem történt baj, hiszen már az is csoda sokszor, hogy az ember épségben hazaérkezik, vagy csodaként szabad megélni azt is, hogy nem történt baj. Sok ilyen kegyelmet kívánok az életben, amiért gazdagon tudjuk áldani a minket szerető Istent. Köszönöm szépen. Igen. Minden jót. Minden jót kívánok. Szép napot. Köszönöm, hogy elmondta. Egyébként nagyon szép ez a kis példa arra, hogy nem kell a csodához valami nagy természet fölötti rendkívüli esemény, hanem apró dolgoknak az összefüggésében az ember észreveheti, hogy Uram, biztos, hogy itt voltál, és a te akaratod is megmutatkozott, hogy sikerült ez a dolog. Igazából ez indít engem is arra, hogy a csodáról mindig úgy beszéljek, hogy az az igazi csoda, vagy akkor történik igazán rejtett csoda, amikor az emberben utána hála keletkezik. És ezt a hálát megosztja. Most volt nemrég az evangéliumban még nagy bőjt előtt, amikor Jézus meggyógyítja a leprást, aki egy egész mélységes dialógusba keveredik vele, hogy ha akarsz, meggyógyíthatsz, és Jézusnak megesik rajta a szíve, meggyógyul. És ugye kéri, hogy menjen el a papnak, mutassa meg magát, ajánlja fel tisztulási hála áldozatát. Ugye Lukács evangéliumában is ott van, amikor a 10 leprás közül egyetlen egy megy vissza hálát adni Jézushoz, miután észreveszik magukon útközben, hogy meggyógyultak. És föltetjük a kérdést, hogy az igazi csoda a lepra meggyógyítása volt, tehát hogy meggyógyult a bőrbetegségéből, vagy az igazi csoda az volt, hogy hálás lett, azaz megtalálta Istent az életében fel, mutatkozott számára az Isten nagysága. És ez abban nyilvánul, hogy elmegy a templomba, kifejezi azt, hogy ez Istennek köszönheti, vagy éppen visszamegy Jézushoz, és azt mondja, köszönöm, itt már kimondja, hogy Uram, azaz Istenem, hogy te rendkívüli dolgot tettél velem rajtam. Egyébként ott van a Magnifikát elején is, hogy akkor a szűzanyám, hogy a magasztalja lelkem az Urat, szívem újjong üdvözítő Istenemben, mivel tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak fognak engem nevezni minden nemzedékek, és az a tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, azaz csodálatos módon felmagasztaltatott, vagy csodálatos módon megmutatta az ő nagyságát rajtam. Van egy telefonáló, szeretettel hallgatom az élőadásban. Haló, haló. Szeretettel hallgatom a telefonálót az élőadásban. Igen. Azt hiszem, hogy nem sikerült a vonal a kedves betelefonálóval, de hogyha visszahív bennünket, akkor hallgatjuk önt. Egy ilyen betelefonálós műsorra mindig nehéz, hogy ilyenkor le kell kapcsolni a televíziót, vagy éppen a rádiókészülékeket, ha egy olyan adásba telefonálunk be, és magunkra kell bízni a telefonon hallható instrukciókat, mert a telefon adás csúszik egy picit, és lehet, hogy most is ez volt a probléma, mert visszahallottuk az élőadást csúsztatott módon. Úgyhogy ezt mindenképpen javaslom, hogy amikor felhívnak bennünket a 808-95-55-ös telefonszámon, akkor nyugodtan kapcsolják ki, azaz halkítsák le a készüléküket, és bátran a telefon készülékre hagyatkozzanak, hiszen azon keresztül tudunk úgy kommunikálni, hogy valós időben történik a kommunikáció. De várjuk szeretettel a telefonálókat. Visszatérve az előzőekre, amit elkezdtünk gondolkodni és imádkozni, hogy a szűzanya életében is a csoda
az tulajdonképpen nem valami rendkívüli esemény, hát persze a dogmákon keresztül megünnepeljük a legnagyobb rendkívüliséget, az, hogy az ember újjáteremtetett, az újjáteremtett ember mutatkozik meg a szűzanyában, a kegyelmet visszanyert ember szépséggel ragyog föl a szűzanyában. De tulajdonképpen Máriában is a csoda az, hogy ő megkapta ezeket a kegyelmeket, arra buzdította, hogy egy gyönyörű imádságban megköszönje az Istennek, és hogy magasztalja az Istent ezért. És az nagyon fontos, az egyik telefonáló egyébként mondta is az előzőekben, hogy amikor történtek vele ezek a rendkívüli dolgok, amiket ő megosztott, akár természet fölötti jelenségek, akkor amikor ezekre visszagondol, akkor nagy hála van a szívében, és ez nagyon-nagyon szép dolog. Talán ez a legfontosabb a csoda kapcsán, hogy magasztaljuk érte az Istent. Most van egy telefonáló, szeretettel hallgatjuk a telefonálót az élőadásban. Halló, dicsőszessék a Jézus Krisztus, a Balatonfüredről Katalin vagyok, Kati néni, és szeretnék én is egy pár szót szólni a Szentléleknek az összekapcsoló szeretetéről és megnyilvánulásáról. Hát most, ahogy voltak az atyának az előző tatabányai két régi híve, meg aztán általában az egész délelőtti adásból sugárzik a Szentléleknek a kiáradása az atya szívéből, és én nekem folynak a könnyeim. Sokan azt mondják, hogy nem tudják a tévébe a szentmisét, csak nézik. Én akkor is részletek, úgy érzem, hogy részt veszek a közvetítésben, mert imáimon keresztül igyekszem kapcsolódni, és ez is egy ilyen kapcsolat, hogy érzi az ember a kapcsolatot a Szentlélek kiáradásával, különösen sugárzik szinte az atyából, ehhez hadd mondjam még el, hogy régen, hát 30 évvel ezelőtt, jó 30 évvel ezelőtt a Veszprémi Regina Mundi templomba volt a pápai püspök úr káplán, és akkor őneki volt egy ilyen kisugárzása, hogyha a padok között jött végig, hát mindenkinek borsózott a háta, és éreztük, a Szentlélek sugárzik ki belőle, és a híve is annyira szerették, nem csak a templom volt mindig tele, az oldalhajó, és kint a járdán, pedig akkor még a kommunista világ volt, kint a járdán, és végig álltak tömve az emberek a szentmise alatt. Megszervezte az egyetemi szentmiséket is. És még a szűzanyával, a csodákkal kapcsolatban szeretnék még mondani annyit, hogy én is voltam, nem sokáig, csak Medjugorjén, aztán Lourdesban voltam, és Erdélyben. De én 2 éves koromtól, talán még 2 éves se voltam, Csepreg, az is egy bocsújáró hely, a régi Sopron megyébe, Kőszeghöz nem messze, és hát gyalog jöttek prosecióval Kőszegről az emberek, zászlókkal, meg hát minden több helyről, és mi ott 2 évesen már ott ültünk a füvön, és akkor már a szívünkbe ívódott a szűzanya szeretete, és ez engem végig kísért, hála Isten a jó életemben most is. Mindig nagyon közel érzem magához a szűzanyát, ha nem is tudok elmenni bucsújáró helyekre, már én is idős vagyok. És akkor annak az asszonykának üzenném, akinek az unokája sajnos, hát tragikus, ugye, hogy baleset vagy meghalt. Hát én is 52. éve vagyok özvegy. 2 kisfiam volt, a nagyobbik még nem volt 3 éves, a kisebbik 16 hónapos volt, amikor a férjem meghalt. És nekem is csodálatos éjszakai látomásokba kaptam mindig tőle az utasítást. Megláttam, hogy fehér ruhában van, és szolgálatot teljesít, és mindig kaptam úgy az instrukciókat, hogy hogyan tudom megoldani a napjaimat, és eltelt egy bizonyos időszak, amikor szólt, hogy most már nem érhetek hozzá, még álmomba sem, most is elköszönt. És azóta akkor megszűntek, de ezek a találkozások tartottak 20 évig, és akkor úgy megszűntek ezek a nagyon ritkán, nagyon-nagyon ritkán fordul elő. És így voltam
Prépános úrunkkal is, akinek mindig mondtuk barna és vöröstó halála után 10 évig az évfordulós szentmiséket elmentünk oda, ahol ő szolgált, és ott tartottuk a 10 éves évfordulót, és hát ővel is történtek éjszakai ilyen kapcsolatok, hogy ő is segített az életvitelben. Ő egyébként aztán minden szentmisében imádkozott a férjemért, és az is megtörtént 12 év után, mikor ő is elköszönt, hogy utána már aztán nem találkozhatunk így álomba sem. Hogy ezek is érdekesek, hogy én úgy érzem, hogy közelebb kerültek talán a Jóistenhez, még közeled, és ott teljesítenek szolgálatot, és ezért nem kap az ember olyan közeli információkat. És még az volt az érdekes, hogy azt mondja, hogy a túlvilági élettel kapcsolatban, mikor meghalt a párom, itthol Pestről kórházból haza tudtunk jönni, és akkor 2 nap hajnal, a második nap éjjel hajnalban, 5-6 óra körül, akkor megrázott, megébredtünk, és ez valóság volt, mert a 2 pici gyerek is fölébredt, tehát ők nem képzelődhettek, és akkor mondta, hogy megérkeztem. Tehát akkor már, és addig a szívem majdnem kiszakadt, mindig kellett a segítség, az ima segítség, hogy célba érjen, és akkor utána nyugodtabb lettem, hogy megérkeztem azt a választ. Tehát igenis, hogy érezzük a túlvilágnak a kapcsolatát is Isten segítségével. Köszönöm, hogy elmondta ezeket, szép tanúságtételek. Köszönöm a kedves szavakat is. Sok hibája van az embernek, és sok gyarlósága is van, ami ellen küzdeni kell, és ez a küzdelem is talán hitelesebbé tudja őt tenni, vagy próbálja igazabbá tenni. Én kérem, hogy imádkozzon a papokért is, imádkozzon értünk, imádkozzon hivatásokért is, hiszen Jézus ezt külön mondja, hogy kérjétek az aratásodát, küldjön munkásokat aratásába. Most úgy látom, hogy van még egy telefonáló, de mindenképpen szeretnék majd egy szép történetet önnek elmondani, hiszen Bodajkon ezzel a, ön is éjszaka kapott jelet kapcsán, ezzel a jellel kapcsolatban tudok majd egy szépet mondani, de azt hiszem, hogy van még egy telefonáló, jól látom, és szeretném őt is meghallgatni, és akkor utána reagálok erre is. Szeretettel hallgatom a következő telefonálót az élőadásban. Dicsőrtesek a Jézus Krisztus. Mindenekkel. Baranka vagyok, Tolna vármegyéből. Szeretném megkérni atyát, hogy egy imád vasárnap, hogyha elmondana Bodajkon férjem, egy éve úgy tett. Tavaly augusztusban ott voltunk Bodajkon, már nagy beteget. Segítséget kértünk. Hát március 5-éig meghosszabbította a segítő Szűz Mária, és ő nagyon sokat telefonon vagy hetezbe a Google-ba keresgette a szent énekeket, imádságokat, és rátalált 2 énekre, a Slezákeika énekli itt, hogy a magasan áll a Golgota ormán, meg van egy jó hely, oda megyek, és ő nagy betegen ezt naponta nagyon sokszor meghallgatta, de előtte, amíg tudott, Andocsra többször elmentünk, Mária Gyüdre, Péterhez a Havi hegyre, úgy nem volt úgy vallásos, hogy ő minden nap vasárnap misér legyen, de soha nem tagadta meg a jó Isten, és tavaly augusztusban, mikor ott voltunk, hoztunk egy képes lapot a Bodajkék egy helyről, amilyen könyörgés van. Igen. És a egyetlen lányunk, hát unokánk van, aki a koporsóba betette ezt az üdvözlőlapot, a könyörgés a Bodajki Szűz anyához.
nagyon kérem, hogyha vasárnap, mert vasárnap lesz egy éve, hogy meghalt, elment tőlünk egy szerető férj, édesapa, nagypapa, aki az unokájának csak nyufókát, és karácsonykor már beteg volt, átölelte, és azt mondta, remélem nyuszókám nem az utolsó karácsonyunk volt, és igen, elment tőlünk, de nagyon bízom, hogy Isten kegyelmében van már. Igen. Köszönöm, hogy kért imádságot, és sajnálom, hogy ilyen módon fájdalom van a szívükben, hát talán még akkor találkoztunk ezek szerint az előző évben. Igen. Én felajánlom ezt az imádságot mindenképpen vasárnap, megtesszük, ahogy a másik ima szándékot is elviszem Bodajkra, fogadja ezt tőlünk szeretettel, és kérje jó Istentől azt a fajta megnyugvást. Ide is majd szeretném ugyanazt a választ mondani, amit az előző telefonálónak, ezt kérem, vegye ön is majd, de van még egy telefonáló, meghallgatnám őt is, mert most úgy látom, hogy köszönöm, hogy ilyen sokan szeretnének betelefonálni és hozzá elmondani gondolatokat, úgyhogy hallgatnám a következő betelefonálót az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Hát nagyon nagy szomorúsággal akarnám elmondani a gondolataimat a kedves Tamás atyának. 87. évembe járok, sajnos nem nagyon látok, nem nagyon hallok, de azzal azért el voltam, de most már fél évinél több, hogy szinte ágynak vagyok esve, rá vagyok szorulva, hogy valaki kiszolgáljon, vagy ellásson, és az a nagy bán, nem csak az, rengeteg nagy bánatom van, fiatalon elveszítettem a fiatal gyermekemet, egyedül élek, egyedül vagyok, nagyon sok fizikai fájdalmam, nagyon-nagyon sok ízületi gyulladásom, elmeszesedéssel küszködök, szenvedek, és a kész, Jászberényi vagyok, a kész értelmiségi csoport ment Bodajkra. Innen indult a majdnem a lakásom elől, ingyen lehetett menni, mert a keresztény értelmiségi tag vagyok. De nem tudtam elmenni, mert annyira fáj a derekam, a lábam, a látás, a hallás. Nagyon-nagyon gyenge voltam, de nagyon-nagyon bánt, hogy nem tudtam elmenni Bodajkra. És most nagyon szépen megkérem ezt a nagyon kedves, drága jó atyát, hogy vigyel Bodajkra, hogy egy kicsit enyhüljön a szenvedésem, és a családi béke is helyreálljon, és úgy tudjak imádkozni, hogy a Jóisten meghallgasson, mert úgy érzem, hogy már annyit könyörögtem a Jóistennek a családi békéért, gyógyulásomért, meg az, hogy jó tudjak imádkozni, az Úr Jézus kezébe tartson, a szűzanyához is nagyon. Ajándékul kaptam a Bodajkról egy nagyon szép szentképet, ami az van, hogy Bodajki szűzanya, könyörög érettem. Most, hogy annyit hallottam Bodajkról, mindig fájt, hogy nem tudtam elmenni, pedig fiatalabb koromban bejártam az összes külföldi vagy magyarországi zarándok helyeket nagyon nagy gonddal, nagyon nagy szeretettel, de nekem valami különleges csodajelem nem volt különben, csak örültem, hogy mehettem a zarándok útra. Akkor még ki tudtam fizetni, de tudtam menni, éjjel-nappal utazhattunk, meg szatyorból ettünk, meg minden, de hát sajnos elmúltak az évek, és nem tudom, ilyen korúak még tudnak menni, és én nem tudok menni, már most lassan egy évinél több, hogy nem tudok menni. Nagyon szépen kérem ezt a kedves atyát, akit életemben most látok először, hogyha megtenné, szeretettel kérem, köszönném, hogy a Bodajki szűzanyához vigyen el engem is, hogy segítse rajtam úgy, ahogy ő jónak látja. Köszönöm szépen a telefont, és igen, ezt mondtam most a második részben, hogy nyugodtan mondják el ezeket a nehézségeiket,
És én ezeket elviszem Bodajkra, elviszem önöket Bodajkra a kéréseikkel, az ima szándékaikkal, és fölírtam most magamnak ezt a kérést is. Hiszek abban és bízok abban, hogy tudunk egymáson ilyen módon segíteni, hiszen az egyház egy nagy család. Mint ahogy egy igazi családban is a fiatal tud az idősnek segíteni, ott tud lehette lenni, az idős tanácsot tud adni egy fiatalnak, ugyanígy hiszek abban is, hogy valóban ez a család mint az egyház életében is működik, és ezért nagyon örülök, hogy ezeket az imakéréseket elmondták, mert örömmel elviszem a Bodajki Szűzönyához, és odaadom ő neki, mint ott szolgáló atya, ott szolgáló plébános. Most tudok válaszolni most nincs telefonáló, és tudok válaszolni az előző telefonálókra. Itt többször előjött a fájdalom, a halál utáni események, az elengedés. Van Bodajkon egy nagyon szép csodánk, kettő van, amit egyébként látható csoda, már a műsorral erről beszélek, és ez a két csodából az egyik, az egy ruhadarab. 1751-ből jegyezték föl a kapucinus páterek, az akkor ott szolgáló atyák, hogy Dunaföldváról egy édesanyja halott férjét jött el imádkozni. Mondott ott egy szentmise sorozatot, és annak az utolsó állomására érkezett Bodajkra, hogy azon a szentmisén részt vegyem. És az úrfelmutatáskor, amikor a felszentelt pap felmutatja az átváltoztatott kenyeret, magát Jézust, akkor jegyezte le az asszony, vagy mondta el az asszony, hogy megérintette a halott férje a vállait, és hallhatóan megköszönte a tisztulás állapotából szabaduló lélek annak az örömét, hogy a mennyországba jutott. A csodából az a ruhadarab maradt meg, amelyben a tisztító tűzből szabaduló lélek tüzes kéznyoma beleégett a ruhába, és azt őrizzük, ráadásul nem akárhol van ez, hiszen ott van az oltár mögött, ahogy megkerülhető az oltár, ezzel találkozhatnak az emberek ezzel a csodával, és természetesen ott van még a kegyképünk, a másodlagos kegyképünk, illetve erekjék. Nagyon szép, amikor az esketés után az ifjú jegyes párral először megkerüljük a kegyoltárt, és bemegyünk az oltár mögé, és elmondom nekik ezt a csodát, hogy igenis mennyire lehet szeretni egymást a síron túl is, hogy ez a szeretet mennyire összeköt bennünket a halál után is, pontosabban megmarad a halál után is, nem beszélve arról, hogy milyen értéke van a szentmisének. Ez egy olyan csoda, amelyet leírtak a kapucinus atyák, és ez a ruhadarab árulkodik erről a csodáról, de ez is egy olyan csoda, amit igazából tudunk. Tudunk arról, hogy a szentmisének olyan örök értéke van, amelyben valóban a halál után tisztulásban lévő lelkek szabadítására az Isten megadja azt a kegyelmet, hogy Jézus Krisztus keresztáldozatában elnyerjék végső tisztulásukként a mennyország örömét. Tudunk erről, ez a csoda igazából nem újat mond, hanem ezt próbálja igazolni, és abban próbál megerősíteni, hogy például miért kell szentmisére járni, mit jelent maga a szentmise az életünkben, és hogy mennyire fontos, hogy a szentmisé valóban közösségi ima legyen, amelyben oda helyezzük önmagunkat, kéréseinket, nehézségeinket. Most, amikor elviszem ezeket a szándékokat, akkor ezt elsősorban egy szentmisére fogom elvinni. Oda teszem Jézus lábához, oda teszem a szűzanyának, hogy a szent áldozatban fogadja el ezeket a szándékokat. És valóban nagyon szép, hogy ez a csoda sem akar olyat és újat mutatni, amely zavaró lehetne a hitünkben, vagy amely megkavarja úgy az életünket, hogy az ember megkérdőjelez dolgokat, hanem inkább megerősíti azokat a hittételeket, amit mindig is vallottunk. Úgyhogy üzenem az elhunyt szeretteink kapcsán, hogy igenis van értelme az imádságnak, van értelme a szentmise felajánlásának. Sok templomban, közösségben ez nagyon szép hagyományként él, hogy szentmisét kérünk, így szokták mondani, hogy szentmisét szolgáltatunk, talán ez egy nem jó kifejezés, hanem nyugodtan mondjuk azt, hogy szentmisét, szándékot kérünk, és ezeket a szándékokat van az egész közösség imádkozik azért az elhunytért, akinek éppen évfordulója van, vagy valami ünnepe van, vagy az élőkért is természetesen, vagy egy beteg testvérért. Bodajkon egyébként olyan szépen kialakult ez a hagyomány, talán erre nagyon figyelünk is, hogyha valaki a közösségből szükséget szenved, itt most nem elsősorban anyagi természetű szükségre értem, hanem szenvedés, betegség, éppen friss gyászesemény, akkor a szentmise végén imádkozunk érte, vagy akár az egész szentmisében is az elején már kimondjuk, hogy mi történt a héten, vagy kiért kérünk közös imádságot. Egyrészt
szép, hogy a közösség megéli, hogy együvé tartozik, hogy a gondok, az örömök azok az egyben, az egy egységet jeleníti, pontosabban megjelenik az, hogy a másik öröme gondja az én gondom és az én örömöm is, hiszen egy közösséghez tartozunk. Másodszorban pedig talán segítjük egymást, hogy igenis imádkozzunk egymásért, hogy legyen meg az a szeretet, hogy én a napomnak egy percét, öt percét, egy rövid idejét, lemondását odaadom a másikért és a másiknak, akár rejtetten, ahogy Jézus mondja, zárkózzál be a szobádba, és légy ott mennyei atyáddal, ő tudjon arról, hogy te kérsz tőle, hogy te odafordulsz hozzá, hogy te odaadod magadat önnek, őneki. És így alakult egyébként ki, hogy lehet, hogy azért is, mert egy hely vagyunk, ez talán különösen fontos, hogy a minden szentmise végén legyen a hétköznapi egyszerű mise, vagy a legünnepibb mise, a legvégén elmondjuk a Most segíts meg Mária imát, és ezáltal a hívő közösség ezt az imát megtanulja és magáénak tudja. Van egy telefonáló, szeretettel hallgatom a telefonálót az élőadásban. Azt hiszem, hogy most újra fog hívni, mert megszakadt a vonal, ahogy hallom. Akkor addig mondom, hogy ezt a Most segíts meg imát megtanuljuk, és megtanultuk, és nagyon szép, hogy látom a temetéseken, vagy egyéb eseményeken ezt az imát tudja a közösség, akár a gyerekek, fiatalok is, hiszen az időseknek talán sajátja is ez, hogy tanulja meg az új generáció is. A telefonálót szólítom, és hallgatom az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Tamás atya. Szeretnék én is fordulni a Bódaj kis Szűzanyához, mert egy kérésem volna, hogy ele tetszik tudni vinni nekem is a bánatomat, a fájdalmamat, és már nagyon régen is voltam ottan, meg a ányomnak, hogy felgyógyulásáért boldogon, aki nagy betegernés volt, és szeretném, hogy meghallgatna a Szűzanya, meg az Úr Jézus, meg a családjaimért, Krisztináért, akkor Krisztiánkáért, Laráért, Bálintkáért, hogy összetartassanak és visszatérjenek az Úrhoz, az Jézushoz. Köszönöm, hogy ezeket elmondtam. Elviszem ezeket a kéréseket, felírtam ide a papírra, és kérem őt is, hogy imádkozzon értünk papokért, hogy legyenek olyan személyek. Minden nap imádkozom, minden nap. Imádkozni, igen, és igen. Nekünk bemutatni az áldozatot. Köszönöm szépen, van egy igen, újabb igen, mindenkiért. Szeretném őt is. Meg a püspökökért szoktam, igen, hát, igen. Igen, hogy a vezetés terhét, gondját, nehézségét is tudják viselni. Köszönöm szépen. Igen, igen. Áldott napot kívánok önnek, és köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, viszont önnek, és dicsértessék a Jézus Krisztust. Mindörökké, amen. Volt egy telefonáló, de közben megszakadt a vonal, úgyhogy buzdítom önöket, hogy ebben a maradék negyed órában, 20 percben még használjuk ki a lehetőséget, hogy tudjunk egymással beszélgetni, illetve tanúságot tenni az ima erejéről, öröméről, vagy éppen megosztani nehézségeinket, és hogy akár ezeket szívesen el is viszem a Bodaj kis Szűzanyához. A Tóth Árpád verset kezdtem el még mondani, most a templom imádságra kanyarodtunk rá, de talán ezt elmondtam, amit szerettem volna, viszont ezt az Isten oltó kését, Tóth Árpádnak ezt a gyönyörű versét, ezt szeretném egy picit átimádkozni még, mert nagyon szép nagybőjtű üzenetet tartalmaz, és talán pont arról beszél ez a vers, ami a nagybőjtnek az igazi valóság, hogy az ember szembenézzen a kereszttel, mert azért tulajdonképpen minden imádságunk, vagy nagyon sok imádságunk, akaratlanul arról szól, hogy ezeket a kereszteket Isten vegye el. És most nagybőjtben az ember akarva akaratlanul szembe kell, hogy nézzen ezekkel a keresztekkel. Ahogy Jézus egyébként olyan őszintén és emberi mondja, Uram, múljék el tőlem a szenvedésnek a keserű kelyhe pohara, ne kelljen kiinnom a szenvedés keserű mérgét. És hogy nem történik meg. Megéli Jézus is azt, hogy Isten nem biztos, hogy mindig mindent úgy hallgat meg, ahogy azt mi kérjük, vagy szeretnénk, ahogy az emberi érzéseink, az emberi szenvedéseink azt diktálják. És nagyon szép ez a vers, mert pontosan erről beszél, és ezt próbálja megimádkozni, hogy sokszor Isten a szenvedésen, a
a tisztuláson keresztül próbál szeretni bennünket. De van egy telefonáló, akkor hagyjuk a kedves testvéreket szóhoz jutni, és hallgatom a kedves betelefonálót az élő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenekké, amen! Drága Tamás atya, egy nagyon nagy kérést szeretnék kérni egy 3 gyermekes édesanyát, ha a szentmisébe felajánlana, akinek a múlt héten hatalmas nagy műtéte volt, és hogy a jó Isten meggyógyítaná a 3 gyermekéhez, 46 éves Zsuzsikáról volna szó, a szomszédasszonyom lányáról, és szeretném, ha feltetene ajánlani a gyógyulását, ami nagyon hosszú idő lesz, ezt mondták, mert mindent eltávolítottak. És hogyha feltetene ajánlani a gyógyulásáért. Köszönöm, felírtam ide a kis nagyon-nagyon szépen köszönöm, kértessék a Jézus Krisztus. Isten áldja, köszönöm, köszönöm. Visszatérve a versre és folytatva a verset, hogy amikor az ember tényleg úgy áll az élethez, és azt látja az életben, hogy másoknak, Uram, többet adtál. És ez valljuk be őszintén, hogy hányszor megfogalmazódik bennünk ez a kérdés, kérés, ez a fajta felkiáltás, hogy másoknak többet adtál. És hogy nagyon szép a vers, hogy folytatja, nem kezdek érte mégsem pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Amikor az ember nem kéri számon az Istent, nem meri számon kérni, és tudja nagyon jól, hogy Isten nem adott másoknak többet. Mindenkinek annyit adott, amennyire szüksége van, azt adta, amire az ő képessége, lehetősége, adottsága megadatott. De az biztos, hogy egy nagyon-nagyon ördögi dolog, hogy az ember elkezdi méricskélni magát a másikhoz. Akár a keresztekben, a fájdalmakban, hogy mennyi szenvedésem van az életben, vagy akár abban, hogy mennyire jó a másiknak nekem, meg mennyire nem, vagy mennyire nem jó, nekem nem adott Isten annyi örömet, annyi szeretetet. Nem én vagyok az első mostohád, mondja a költő. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, és mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Megáldani a próbáit, tudnék Isten próbáinak éles kését, amely mint egy sebész kimetszi az emberből, ami nem oda való. És a költő tulajdonképpen itt át is fordítja, hogy a szenvedés az lehet egy nagy ajándék is az Istentől. Pontosabban nem maga a szenvedés az ajándék, hanem a szenvedés által Isten valami csodát tud véghez vinni az ember életében. És ez a vers közepe tulajdonképpen szó szerint a középső mondata, mint egy a hitvallása a csúcsa, tudom és érzem, hogy szeretsz. Hogy bármi történik, másoknak esetleg többet adtál, úgy tűnik. Nekem szenvedést adtál, úgy tűnik. Akkor is tudom és érzem, hogy szeretsz. És utána jön egy kettős pont, mert elmondja a költő, hogy nem csak az, hogy szeretsz, hanem hogy hogyan szeretsz Istenem, mi a te szereteted. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Gyerekként olyan furcsa volt szemlélni, ahogy a kertészeti tevékenységekben ilyenkor tavasszal lemetszenek ágakat, és mindig úgy kérdeztem magamtól, nem fáj a növénynek? Vagy miért nem hagyunk rajta többet? Hát akkor még több növény születhet, vagy jöhet létre a gyümölcs, bocsánat. És van olyan oltókés, szó szerint értve is, amely engem szolgál, amely benn engem segít, annak a vágásával, annak a tisztító hatásával, mert új szépséget teremni sebez engem. Van egy telefonáló, hallgatom szeretettel az élő adásban. Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszöntöm, mindenki amen. Szeretettel, tisztelettel kérem szépen Tamás atyát, hogy vigye el kérésemet, hogy a drága Szűzanya küzdenjárására a mennyei atya segítsen meg, elestem, és nagyon-nagyon összetörtem magam. Bordáim zúzódtak, iszonyatos fájdalmaim vannak, és ezt én felajánlom.
felajánlóan menni atyának, csak hogy adjon nekem ehhez erőt és türelmet. Szeretném a családom megtéréséjét, és a nehéz életem jóra fordulásáért felajánlani ezt a nehéz keresztemet. És nagyon köszönöm, hogyha az atya megteszi nekem ezt, hogy a segítő szűzanyához elviszi ezt a kérést. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elmondta és megosztotta, és külön köszönöm azt a szinte hitvallást, hogy elmondta, hogy erőt kér az Istentől és türelmet a kereszt hordozására, amelyet felajánl. Hiszen ez az igazi nagybőjt, amikor az ember nem a nagybőjt végére a keresztet nem azt akarja, hogy a kereszt megszűnjék, hanem elkezd vele azonosulni, és rádöbben arra, hogy Krisztussá válik, azaz Krisztus él benne, ahogy Szent Pál mondja Galata levélben, élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Nagyon köszönöm, mert ez is egy tanúság, hogy hogyan kell a kereszt hordozásban ehhez a nehézséghez, a szenvedéshez hozzáállni, és elviszem ezt a kérést is a szűzanyának, a bodajki szűzanyának. Kicsit folytatva, vagy befejezve a verset, hiszen az utolsó verszak még az, amit szeretnék átelmélkedni, akkor így írt a költő, új szépséget teremni sebez engem, hogy Isten valami nagyobb jót akar elérni azáltal, az Ószövetségben is olvashatjuk, mint aranyat a kohóban megvizsgálta, és elfogadta egészen elégő áldozatul. Hogy megtisztuljon, és csillogjon, és ragyogjon, és hogy ezért sokszor a kereszt hordozásán, a szenvedésen keresztül, az oltó kés által történő metszésen keresztül visz az út. Isten nem azzal szeret, hogy elfedi a hibát, vagy a bűnt az ember életében is. Bocsánat, nagyon csúnya hasonlat lesz ez most, de mondom, napokban volt egy ilyen élményem, hogy egy régi szemétlerakó mellett vonultunk el, és hogy tettek rá sok földet, ültettek rá növényeket, fákat, és lám milyen szép, és alatta pedig mi van, mi marad. A modern embernek a problémája teremtés védelemben elhajt, vagy létrejött bűne, de az biztos, hogy Isten nem így fedi el a hibákat, hanem kimetszi, amely akkor fáj, de hogy új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz, a kín, mert tudom, tiéd az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült orcát fényű arcom. Itt egy szó gondolatot szeretnék kiemelni, csak mert lassan lejár a műsoridőnk. Tudom, mert tudom, tiéd az én harcom. Ez valami nagyon mély Isten élményről tesz tanúságot, amikor a költő leírja. Amikor én küzdök a bűneim ellen, vagy éppen a megkísértettségben, hogy Isten miért olyan, amilyen? Isten miért enged el engem, miért nem szeret jobban? Akkor tulajdonképpen ez Isten harca is bennem. Isten nagysága megjelenik rajtunk, bennünk. Pontosabban Isten lesz, aki segít, hogy legyőzzük a kísértéseket, a küzdelmeket. Nagyon szép Izrael, az ószövetségi nép neve, az Isten ellen küzdő, ugye ezt jelenti ez a név, és hogy tulajdonképpen ebben a küzdelemben Isten ott lesz velünk, ez az ő harca. Az ő harca bennünk és általunk. És Krisztus, amikor győzött, akkor bennünk is győzött, és bennünk is fog győzni. Az emberben ott van az az örök remény, hogy Isten erős, és Isten ereje megmutatkozik rajtunk. Nem kell megijedni a szenvedéstől és a kereszttől. Isten erőt ad a szenvedéshez, hogy egykoron győzzön velünk, és hogy bennünk is általunk a győzelmet megünnepelhessük majd az örök életben. Én köszönöm ezt a délelőttöt a kedves televízió nézőknek. Köszönöm a sok telefonálót. Köszönöm az őszinte tanúságtételeket, az elmondott szép gondolatokat, a köszöntő szavakat. Köszönöm a régi ismerősöket, a régi szép élményeket, emlékeket, és köszönöm azt a sok fájdalmat, amit jó értelemben elvihetek magammal és magamon, és odaadhatom a bodajki szűzanyának, hiszen egy olyan kegyhely plébánosaként érkezhettem most is önökhöz, ahol a nagy nehézségekben a segítő szűzanya közbejáró szeretetét évszázadokon keresztül népünk átélhette. Elviszem ezeket a fájdalmakat, amiket felírtam, elviszem az örömöket,
És ezen a szép nagybőjti napon, amikor különösen a lemondás, a pénteki bőjtünk, az első pénteki felajánlásunk megjelenik, ezen a szép első pénteki napon kívánok mindenkinek sok áldást az életben. Nem azt kívánom, hogy ne legyen nehézségünk és szenvedésünk, hanem azt kívánom, hogy mindig megéljük Isten a miénk, és mi Istené vagyunk. Áldott nagybőjtöt kívánok, és köszönöm Önöknek ezt a szép délelőttöt. Remélem tudtunk együtt gondolkodni, tudtunk együtt imádkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!